Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én András vagyok, ez pedig a Túlnáp című podcast sorozat legújabb adása. Műsorvezető kollégáim ezúttal is a Filmbarátok podcastből ismert Gergő. Sziasztok! Valamint itt van még Gáspár. Hey. És nagy örömünkre Lóri. Sziasztok! A mai témánk... Igen, ki ez a Lóri? Kérdezni ez az ember, aki az elmúlt 30 adást hallgatta csak meg tőlünk. Lóri egyébként egy alaptag, aki csak az igazán fontos témáknál tér vissza, mint például a Witcher, azaz a magyarul a Vaják című sorozatnak a második évadáról fogunk beszélni, és úgy tudom, hogy Lóri nagy fantasy rajongó, tehát lehet, hogy ez volt az, ami meggyőzte őt arról, hogy ismét érdemes az adásban szerepelni. Így van. Na. Mindenek előtt azonban, mielőtt belevágnánk az évad kibeszélésébe, szeretném ismét arra kérni a hallgatókat, hogy legyetek interaktívak, azaz minél több visszajelzést szeretnénk hallani a magával a sorozattal, illetve az adással kapcsolatban is. YouTube kommentünk alatt, illetve bocsánat, YouTube videó alatt várjuk ezeket a kommenteket, de tudtok nekünk e-mailt is küldeni a tunap314@gmail.com címre, de fenn vagyunk Facebookon és Twitteren is, facebook.com/radiotunap, Twitteren pedig az @radiotunap néven tudtok minket megtalálni, és Gergőnek is van Twitter fiókja meglepő módon, ami nem más, mint... Csabi Gergő. Így van, és nekem is, @andrásup néven találtok meg. Fenn vagyunk Soundcloudon, Spotifyon, Apple Podcasten is, illetve van Patreon oldalunk is, patreon.com/radiotunap, itt találtok meg minket, és tudtok minket támogatni különféle összegekkel, és ahogy mindig, most is szeretném felolvasni azoknak a névsorát, akik $5 vagy a fölötti összeggel támogattak minket. Bob Vance, Pintér Csabi, N. László, Asoka Tano, Billy Bog Botond, Ászi Boglárka, Bódi Robert, Krájmik, Nagy Daniel, Hartman Attila, John Favreau, Kisüsti, Nagy Levente, MacMager, Sebestyén Gábor, Susan B., Tóth Levente, Vámos Irona és Stupid Fat Hobbit. Köszönjük szépen nekik ismételten a felajánlásokat. Nagy levegő. Előzetesen én szeretnék a saját helyzetemről beszélni a sorozattal kapcsolatban. Őszinte leszek, ugye most van február közepe, és ez az évad, ez decemberben jött ki, ha jól emlékszem. És bevallom, őszintén nem tett rám túl nagy hatást, mondhatni eléggé hidegen hagyott, de akár ez is lehet egyfajta vélemény a sorozattal kapcsolatban, és... A könyvekre sajnos már nem nagyon emlékszem, úgyhogy nem lesz az én részemről annyira mély elemzés, mint mondjuk az első évadnál, de ezért inkább majd itt át fogom adni a karmesteri pálcát a műsorvezető kollégáimnak, hogy ők legyenek azok, akik talán részletesebben emlékeznek a sorozatra, és emiatt bele tudnak menni a próságokba. Úgyhogy most ezt nézzétek el nekem, de remélem, hogy azért így is egy érdekes beszélgetés lesz erről a fantasy szériáról. Ugye a Netflix... alkotta meg ezt, és kicsit akkor mielőtt ebbe belevágnánk, ugye még mindig az a téma szerintem, hogy ki lesz az új király. Tehát ugye a trónok harca befejeződött úgy, ahogy, és most a különböző streaming szolgáltatók ölik egymást, hogy ki legyen az új trónok harca, aki azt a rengeteg mennyiségű nézőt és ezáltal pénzt össze tudja kaparni a sorozata által. Szerintetek ez a Witcher így 2 évad után nevezhető-e az új trónok harcának? Lesz-e belőle új trónok harca, vagy esély sincs rá? Gergő, mit gondolsz? Nem. Jó, ez elég egyértelmű válasz. Szerintem trónok harca az csak egy létezik, és ez a legnagyobb ostobaság, hogy már pedig mindenképpen egy ilyen nagyon erőszakos fenteziből kell lenni az új őrületnek, és mindegyik erre van rácsavarodva. Ez az egyik legnagyobb ostobaság. Trónok harca előtt sem volt trónok harca, és mégis voltak sorozatok, amik megőrítették az embereket. Jelenleg van olyan sorozat szerintem, ami esélyes erre. Az egyik igen a Witcher, de szerintem a Witcher sose fog feljutni arra a trónok harca pódiumra, mert a trónok harca szerintem nem azért hivatkozási alapfeltétlenül, mert annyira népszerű volt, hanem azért, mert annyira minőségi volt. És én nem láttam ezt feltétlenül a Witcherben, hogy bármikor is odaérhetne a trónok harcának a csúcspontjához, nem azért, mert nem alkalmas erre a könyv, abszolút alkalmas erre az alaptörténet, szerintem egyszerűen a stáb nem tartott, mint ahol a Benioffék-nak a stábja volt úgy a harmadik, negyedik évad környékén
a Trónok harcában. És ezzel nincs is semmi baj, nem kell még egy Trónok harcának lenni. Hogyha már mindenképpen egy hasonló kulturális jelentőségű valamit akarunk szerintem mondani, én lehet, hogy hamarabb tekintenék inkább akár a kicsit fogad szívva, de a Mandalorianre, mert szerintem az népszerű például, mint a Witcher, vagy pedig a The Boys-ra, ami szerintem még akár minőségben is tudott lenni, mint egy Trónok harca. És nem azért, mert epikus csaták vannak benne, vagy bármi, hanem abban tényleg olyan szintű a szatíra, az írás, a karakterfejlődés, a minden, meg az elvetemült beteg faszötletek is olyan szinten sorakoznak benne, hogy én inkább akkor abba az irányba tekintenék. Hát igen, ugye még annyi, hogy fantasy sorozatok közül, amik most mennek, nem tudom, tudtak-e még példát mondani, ugye van ez a Shadow and Bone, szintén a Netflixen, ami elvileg erős középszer, de azért nem váltja meg a világot. Az Amazonon van ez a Wheel of Time, de ezen kívül én más nem tudok mondani, ami ilyen magaslatokban van. Ugye hát nyilván majd indul a Trónok harca előzmény sorozata, a House of the Dragon, illetve majd a Gyűrűk ura, de addig ezzel kell beérnünk. Lóri, kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod ezt a kérdést, te, aki ugye eléggé csalottál a Trónok harca utolsó pár részében, hogy neked ez a Witcher mit adott, egy pótlékot, vagy egy teljesen más szinten volt élvezhető? Ugye én mindig óvatos próbálok lenni, hogyha fantasyről van szó. Van is erre egy nagyon vicces keretsztorim, amit mindig mosolcsal az arcokra, amikor elmesélem, hogy én néztem a Végzett erekéi csontváros című filmet, és már azzal is ragyogóan el voltam. Úgyhogy én nekem, amikor fantasyről van szó, akkor félre kell tennem az értékítéletet, mert bármilyen gagyival ragyogóan elszórakozom. Ez egészen egyszerűen azért van, mert ezek az ilyen kitalált világok olyan szinten lekötnek, hogy ameddig én a kitalált világ megismerésével vagyok elfoglalva, addig közben akármilyen okádék forgatókönyvet le tudnak dugni a torkomon, és én ezt vígan hagyom. Úgyhogy ez történik, amikor egy fantasyről van szó az esetemben, és pontosan itt is ez történt, hogy ez most igazából kb. Az egy gondolatos összegzése az évadnak, hogy ez nem gondolom, hogy okádék a forgatókönyv, mert hihetetlenül jó az alapmű. Viszont a forgatókönyv nem valami túl acélos véleményem szerint. Olyan eszméletlenül gagyi párbeszédek vannak, ahol amik körülbelül arról szólnak, hogy elmondom a motivációmat, és mégpedig az a következő, és így felsorolás. Tehát egy nagyjából ilyen teljesen életszerűtlen párbeszédekkel tarkított jelenetek vannak. Ez a téglaiskola. Hát igen, ahol a végső soron gondolkodtam, és azt hiszem ez egy kurva jó párhuzam lehet, van a Dijkstra. Uh-huh. Az egy tök érdekes karakter lehet a könyvben, és nagyjából kb. Most én nem olvastam a Witchert, de gondolom kb. Hasonló mennyiségű szerepet kaphat, én ezt feltételezem, mint mondjuk a Jézusom, elfelejtettem a kopasz csávú a Trónok harcában. Varys. Mint a Varys. Uh-huh. Kb. Ugyanaz a karakter is. Hát hasonló, igen. És míg a Varyshoz már az első évad után egy ilyen hihetetlenül nem tudom, tehát a Varys egy szimpatikus karakter volt a maga módján már az első olyan évadban, ahol megismertük és vártuk a jeleneteit. A Dijkstráról gyakorlatilag semmit nem tudunk meg. Azon kívül, hogy ő egy mesteri elme, aki kémkedik össze-vissza. Ennyi. Tehát annyira ilyen felszínes az egész. Igen, tehát felszínesen megírt jelenetekről, jelenetekből áll kb. Az egész összességében, és nem
nem adott kapcsolatot nekem személy szerint a karakterekkel. Az egyiket se kedvelem úgy Isten igazából, nem várom a jeleneteit, hanem megnézem, hogy mi történik a részben, azzal elszórakozom, és megyek utamra tovább. És utána nincs semmi többlet. És nem lesz olyan érzésem utána, hogy én nekem ezen el kéne gondolkodnom, hogy ott azzal a karakterrel mi lesz majd utána, hogyan fogja folytatni az útját, mit fog cselekedni, hanem megnéztem a részt, és kész, ennyi. Uh-huh. Úgyhogy ez egy igazából nem rossz, azt nem mondanám rá, hogy rossz, de és itt lehet összevetni a Trónok harcával, és itt van a különbség, hogy ott ez megvolt, ott annyi többletet adott egy-egy jól megírt jelenet és karakter, hogy ott viszont foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel, hogy mi lesz a karakterünkkel, akit megkedveltünk, mit fog csinálni, hogyan fogja folytatni az útját. Hát nagyjából ez az alapvető különbség, és ez óriási szerintem. Értek? Én azt hozzátenném, mert ez az, hogy bár nem teljesen emlékszem, hogy a Trónok harc első évadára, de hogy szerintem a Dijkstra az... Tehát, hogy azért nem kaptunk belőle annyit, mert az ő történetszála az csak most indult el. Meg oké, hogy így mahinált a háttérbe, de hogy még eléggé az elején van. És ha most mennyire próbálok visszaemlékezni az első évadban a Varysra, ott azért ő se volt olyan marha sokat képernyőn, csak mondjuk inkább amikor képernyőn volt, akkor ugye ilyen nagyon jól megírt párbeszédek, meg monológok voltak, ugye leginkább azt hiányzik ebből a sorozatból. Igen, de pont ide akartam kiukodni. De hogy attól függetlenül szerintem ott van rá a lehetőség, nekem is éppként ő volt a kedvencem ebbe az évadban, mert valahogy még az a nagyon kevés screen time-ja is nagyon jó volt, hogy ugye azt éreztem, hogy itt azért van egy karakter, meg még elég jól van eljátszva. De jó. Meg a generál kérdésre válaszolva, hogy a Trónok harca utóda lesz-e, az abszolút Gergővel vagyok abban, hogy nem túl sok értelme van így direkt próbálkozni azzal, hogy na most akkor mi megcsináljuk a következőt, mert egyik ilyen nagy esemény sorozat, vagy film, vagy akármi sem azért lett, mert úgy tervezték, hanem egyszer csak valamiért beütött. Tehát a legutóbbi ilyen az kb. A Squid Game volt, ami, tehát, hogy érted, ki gondolta arra, hogy egy koreai ilyen Battle Royale-ról szóló sorozat lesz a következő ilyen nagy esemény sorozat. Még sajnos a Mandalorian az ilyen lett, nem? Hogy így nagy dolognak szánták, és nagy dolog lett, annak ellenére, hogy szerintünk minőségileg szar. Jó, csak azért, igen, tehát mondjuk a Trónok harcán a minőség is ott volt. Igen. És ez nem elhanyagolható. De a Squid Game-nél is mondjuk, ez is tök rendben volt. Igen. Tehát igen. Ugye ott igen, is igen. Nehéz volt haragudni. De, és ez amúgy szerintem nem feltétlenül egy rossz arány, hogy három ilyen giga sikeres sorozatban amúgy kettőre egyértelműen rá lehet húzni azt, hogy amúgy minőségi. És pont arra harapott rá a közönség. Igen. Ja, és akkor Gáspár, szerinted akkor ez a Witcher, ez azért nem üt akkorát, mert nem ér fel a Trónok harcához, vagy a saját mércéhez képest sem annyira kiemelkedő? Hát, na, ezt nehéz megmondani. Azt szerintem biztos, hogy a Trónok harca az nem ér fel. Tehát főleg azért a második évadban most itt megpróbálták, mert én azt érzem, hogy elindítottak egy ilyen világpolitikai tendenciát, vagy hogy azt bemutatni, hogy akkor most az egyes országokkal mi történik, tehát egy picit nagyobb lett, és picit ugye eltávolodtunk mondjuk a Geralttól. Uh-huh. Ami tök jó, tök érdekes, csak nem volt túl jól előadva. Tehát engem nagyon érdekelne egy ilyen Trónok harca szintjén megírt történet ebben a világban. Jó. Javítsatok ki a tévedek, de én úgy tudom, hogy a Witcher könyvek azok nagyjából párhuzamosan a Trónok harcával együtt jöttek ki, talán még kicsit hamarabb, mert például a második Witcher könyv az 92-es, és a Trónok harca 96-os. Tehát, hogy
igazából most az, hogy kinyúlt kitől, az, az szerintem mindegy, de nagyjából én azt gondolom, hogy, hogy amire te vágysz, Gáspár, szerintem az a könyvekben megvan. Gergő, te is olvastad a könyveket, ha jól emlékszem. Mindet elolvastam. Az előző évad óta, igen. Akkor neked frissebb az élményed. A saját kérdésemre válaszolva én is azt mondom, hogy nem, nem ér fel a Trónok harcához semmilyen szinten, és nekem az a szomorú, és lehet, hogy itt előjön belőlem a könyv purista, hogy szerintem a könyvhöz se ér fel. Tehát, hogy a Witcher az akkor működne a legjobban szerintem sorozatként, hogyha bevállalná azt, hogy ez egy szláv fantasy. Tehát, hogy legyen meg benne ez az egyedi íz, amit ami a könyvet, és egyébként a videójátékot is kiemelte kicsit a középszerűségből. Tehát legyen meg benne ez a közép-kelet-európai cinikusság, ugye a népmeséknek a kifordítása, a teljesen többdimenziós karakterek, és egyébként megvan benne ez a nagyívű fantasy szál, de az mind megvan bolondítva annyival, hogy érdekes legyen a textúrája, és én azt sajnálom, hogy szerintem ez a Netflix sorozatban, bár ezt azt tudja megmondani, aki nem olvasta a könyvet, szinte teljesen elveszett. Tehát, hogy csináltak belőle egy sablonos nyugati tucat fantasyt, amiben éppen a főszereplő hümmög, meg azt mondja, hogy fuck, de ezen kívül nagyon kevés maradt meg abból, ami a Sapkowski könyveket nagyjátette. Ez az egyedi kelet-európai íz. Ezt mennyire látjátok? Hát az biztos, hogy finomítva volt a Sapkowskinak az egész hozzáállása, tehát szerintem ahhoz képest azért finomodott ez a sorozat, hogy úgy mondjam, kicsit olyan nyugatbarátabb lett. Most valamiért a western jutott eszembe, de még nem feltétlen mondanám westernnek se a sorozatot, mert talán odáig azért nem merészkedik el, de valóban azért az a nagyon nyers sége az nincsen meg a történetnek, mert gondolom valószínűleg nem lehetett volna az eredeti formájában ezt ekkora közönség sikerré formálni. Tény, hogy szerintem például a Henry Cavill ő sokkal beszédesebb Geralt például, mint amilyen a könyvben, mert ott aztán tényleg szerintem összesen 20 leírt mondata van könyvenként kávé, tehát nem sok mindent beszél. Ami nem feltétlenül rossz, tehát én azok közé tartozok, akiknek nincs problémája azzal, hogy itt ez a második évad eléggé elrugaszkodott a könyvtől, tehát a második, harmadik könyvtől, amiben emelt be ugye elemeket. És ez önmagában elég is. A Witcher sorozat tényleg akkor kezd el egy kicsit sántikálni, amikor elkezded összevetni akár a könyvvel, akár a videójátékokkal, de mint a maga kis önálló dolgaként kezelve, teljesen rendben van. Aminek megvannak a maga kis problémái, hibái, de mint egy random tévésorozat, amivel elé másfél-két évente leülünk, azt a szintet szerintem simán hozza. Igen, talán egyet értek valamennyire. Arról még beszéljünk szerintem, mielőtt belevágunk a második évadba, hogy az első évad szerintem egy elég bevállalós évad volt olyan szempontból, ami hátránya is lett. Egyrészt ezzel az összekutyult időkezeléssel, hogy abszolút nem közölte egyértelműen, hogy most éppen melyik timeline-ba járunk, és egy olyan néző, akinek finge nem volt arra, hogy ki kicsoda, fogalma nem volt, hogy ki az, aki több száz évig él, és ki a normál halandó, meg ugye egyáltalán a világnak az alapvető törvényeit nem ismerte, neki nagyon zavaró lehetett az, hogy nem elég, hogy rázudítanak rengeteg információt, még ez ráadásul több időségben. Ez volt egy nagy szerintem merészsége, a másik pedig az, hogy ugye a novelláknak a szerkezetét átvette, aminek én viszont kifejezetten örültem. Tehát ugye hány, azt hiszem 7 Witcher könyv van, ugye, meg egy plusz ilyen utólag hozzáírt valami. Igen, 7+1. És ugye úgy van, hogy az első két Witcher könyv az novellás kötet, és a harmadiktól indul a nagy sztori, és ha én lettem volna a showrunner, nyilván nem kértek fel, de lehet, hogy csak spambe jött az e-mail, és azért nem, hogy én azt csináltam volna, hogy én a második évadban is meghagytam volna ezt a novella szerkezetet. Egyszerűen azért, mert
akkor egyrészt sokkal több idő van kibontani a világot, kibontani ennek a világnak a törvényeit, az atmoszféráját, a hangulatát, az ízét, és akkor emellett párhuzamosan lehetett volna K.R. Morhenben a Cirinek a kiképzése, és akkor ez a két dolog mehetett volna párhuzamosan, mert én így azt érzem, hogy így túl nagy léptékkel kezdtek így beletrappolni a Witchernek a nagy sztoriába, ami szerintem egy kicsit elnagyolt lett. Tehát nem nagyon tudott érvényesülni ebben az évadban az, hogy akkor jön a White Hunt, meg akkor ki ez a, mi ez, Voight Moir, vagy hogy hívták ezt az öreg asszonyt, a nagy főgonoszt, Volett Mir, igen. Akkor, hogy most mit akar a Yennefer, mit akar a Triss, mit akarnak a varázslók, mit akarnak a tündék, mit akar Nilfgaard, tehát, hogy rögtön bele lettünk dobva ebbe a világpolitikába, meg fantasy univerzumba, holott a könyv sokkal fokozatosabban vezette bele a nézőt ebbe az egészbe. Úgyhogy én ezért mondom, hogy nekem ez kicsit egy probléma volt ezzel az évaddal, hogy az első rész az volt egy novella sztori, ami szerintem egyébként tök jól is működött, és utána pedig úgy elkezdett szétfolyni a cselekmény. Ezt én is így éreztem elég erősen, kiegészítve ugye azzal, hogy ráadásul mondjuk Redaniáról eddig szó nem volt. Vagy legalábbis nekem nem tűnt fel, lehet, hogy mit tudom, melyik város ott van. Uh-huh. De hogy eddig nem volt a korábbi évadban szereplő, és most itt tényleg előjött a semmiből, hogy ja, ők egyébként akkor itt mit mahinálnak, meg hogyan akarják akkor így hirtelen egyébe magukévá, vagy elfoglalni Szintrát, vagy akármit. És igen, én is azt éreztem, meg mondjuk főleg azért, mert ugye a Kermoremben ott rohadtak az egész évadon keresztül, és ez nem sok minden történt. Vagy hát persze történt, de azért nem volt annyira kalandos, mint amennyire lehetett volna, hogyha vannak heti szörnyek. És egyébként ebbe mondjuk tényleg az első évad az sokkal jobb volt, mert újra néztem, mielőtt elkezdtem a másodikat, és ott tök jól volt adagolva ez az egész. Másodjára egyébként sokkal követhetőbb a két időség, sőt, igazából abszolút követhető. De mégis ad neki egy plusz érdekességet, hogy oké, amúgy most ilyen szörny van, vagy most olyan szörny, vagy most megismerjük az ezt, vagy az azt. Karaktereket, helyzeteket, nem tudom, ilyen frakciókat, és sokkal jobban kibontakozott a világ, mint itt, ahol meg közben meg ez sokkal inkább szól a világról ez az évad, vagy sokkal inkább a jelen van a politika, meg a machinációk, és közben meg egy olyan világban, amiről nem tudsz kevés semmit, mert a maga világ meg nincs bemutatva, vagy kibontva, vagy felépítve. És ez eléggé zavaró volt nekem is, bár ugye azért én nem olvastam a könyveket, nem játszottam a játékkal nagyon sokat, hárommal játszottam egy kicsit. Nagyon sokszor megpróbáltam, és mindig valahogy így nem. De semmi bajom nincs vele, csak valahogy mindig vagy találok mást, vagy kijön valami játék, vagy megunom, vagy nem tudom. És igazából semmi baj nincs a hárommal, sőt. Gás pedig az Z-generációs, az attention span, ez túl kevés a Witcher 3. Ez így van, csak az a baj, hogy ez, de ez minden, vagy egyre több játékkal így van sajnos, csak tehát a Witcher 3-at azt így nem az, hogy 40 óra után van ez, hanem így 10 után. Tehát a tutoriál rész után kell. Hát körülbelül, igen, csak de azért, mert a tutoriált már 70-szer végig játszottam, úgyhogy. Na, de majd egyszer. Na, de hogy, tehát hogy mit akartam ez az egészen? Igen, hogy azért nekem valamennyi információ mégis csak van, vagy legalább mondjuk egy térképet ránézek, és már egyre inkább azzal, hogy hiába nem olvastam, meg nem játszottam, azért így el tudom helyezni most már a sorozat, meg az egyes szösszenetek alapján, vagy az, hogy Andrástól egyszer megkérdeztem valamit, tehát azok alapján azért össze tudom rakni, hogy ki kicsoda, és mi történik, és úgy egyáltalán. De ehhez tényleg kellettek ezek az egyéb külsős információk, és magából csak a sorozatból mondjuk nem gondolom, hogy ennyire és ilyen szinten össze lehet puzzle-ozni, hogy most akkor mi a franc van. Abszolút, de nem egyébként. Tehát én is, amit így el tudok képzelni ebből a világból, az csak azért van, mert érdekelt annyira, hogy még
még a sorozaton kívül foglalkozzak vele. És ilyen szempontból a Trónok harcának például az ikonikus intrója, az egy nagyon érdekes dolog volt, mert hogy alapvetően segített elhelyezni téged a térben. Főleg azáltal, hogy láttad a térképet, hogy néz ki, és hogy azokat a fő helyeket is bemutatta, ahol éppen az adott évadban történnek az események. Itt semmi ilyesmiről nincsen szó, és csak dobálóznak a helyekkel, mintha nekem tudnom kéne, hogy az hol van egyáltalán, és én tehát nem érzem azt, mint tehát a Trónok harcánál inkább éreztem azt, hogy jó, nem kezelnek egy ilyen tudatlan hülyének, akinek mindent a szájába kell rágni, és akkor mindent elmondanak, hanem bedobnak a mély vízbe, és akkor tanulj meg úszni, de ott működött, itt meg nem annyira. Tehát itt, hogyha nem érdekel a dolog, és nem nézek utána, akkor egy csomó mindent még ennyire se értenék, ahogy most, és azt gondolom, hogy így is egész kevés dolgot értek. Hát pedig azért tegyük hozzá a Trónok harcán a párbeszédek minőségem. Nekem mindig az első évadnak a nem tudom én, első vagy második része jut eszembe, amikor a Robert Baratheon meg a Ned Stark megbeszélik a Robertnek a felkelését, amiből soha a X évad alatt szerintem soha nem látunk semmit. Vagy talán egyszer van valami, de szerintem nincs. Nem rémlik. Tessék? Nem rémlik, hogy lett volna flashback. Hát, nem mutatják meg. Igen, tehát ezért a flashback-elünk csak amikor a Jon Snow ott hagyják, vagy hogy arról van valami látomás. Na, de hogy soha nem látjuk a Robert felkelését, soha nem látjuk a Pike ütközetet, és mégis tudod, hogy volt ilyen, mert megbeszélik, és beszélnek róla, és úgy ráadásul, hogy nem erőltetett. Úgyhogy ez nagyon hiányzik a Witcherből. Hát a Witcherben egyszerűen valahogy nem tudják olyan finom, sugalló eszközökkel bemutatni a világot. Tehát itt egyszerűen én is szinte az összes háttértudásomat, amit a lore-ról van, azt tényleg csak a könyvekből tudtam összeszedni, mert a sorozat az nagyon látványosan karakterközpontú. Ami nem feltétlenül baj, mert nyilván, hogyha tudsz kötődni egy-egy karakterhez, akkor sokkal könnyebben bele tudod élni magad, mint hogyha most nagyon részletes térképfázatokat látnál. Tehát, hogy ez egy sokkal könnyebb út az írók számára, viszont az van, hogy szinte az összes figyelmet a karakterépítés kapja, és közben pedig maga a világnak a dolgai, mivel nincsenek eléggé ügyesen adagolva, ezért elvesznek egyszerűen az emberek a részletekben. És emiatt a mai napig nagyon nehéz követni amúgy, hogy melyik királyságnak milyen szerepe van, ki ott az uralkodó, ki kivel van. Tényleg nagyon-nagyon embert próbáló, és figyelem próbáló ez. És emiatt amúgy nagyon csodálkozok, hogy ennyi ember ráharapott mégis. Hát, tehát, hogy valamiért ez a közönséget nem zavarja. Most nem akarok itt rohadék lenni, de szerintem nagy része az ehhez Harry Cavillnek köszönhető, nem? Tehát, hogy van egy kigyúrt, jóképű csávó, aki szörnyeket öl, mondjuk a rész felében, és akkor a maradék 30 percben meg lehet telefonozni, meg annyira nem odafigyelni. Tehát szerintem a nagy közönség kiszelektálja azokat a részeket, amik miatt működhet. Bocs, hogyha nem, ez, igen, ez tehát, kicsit hogyha derogáló volt. Hát nem az csak, hogy most, hogyha tényleg ezzel a... akkor miért nem kapcsolják ki? Tehát akkor miért nem keresnek valami más? Tehát, hogyha egy sorozatnak csak a fele vagy a harmada érdekes, az nincs sikerre ítélve szerintem. De szerintem a többi rész is érdekes, tehát hogy most megint a saját magunkból indulunk ki, de hogy az átlagnézőnek az elég, tehát hogy szerintem egy csomó mindenkinek a Trónok harcában se volt fogalma arról, hogy most a térképen melyik ország hol van, hanem az volt az érdekes, hogy karakterek beszélgetnek, meg mi történik. És ilyen szinten meg ez valamennyire ott van a Witcherben, tehát ott is történnek dolgok, meg beszélnek karakterek. Tehát, hogy most az, hogy annál jobban átlásd, az nem mindenkinek igénye szerintem. Jó, ebben mondjuk van valami. Jó, Gergő, akkor egy kicsit a te memóriádra
támaszkodnánk. Nem akarom a felelősséget rátolni, de inkább engem az érdekel, mert az évadnak a sztoriára nagyjából azért emlékszem, meg össze tudjuk szerintem mindegyen foglalni, hogy mi történt. Engem az érdekel, hogy Gergő, hogy jól emlékszem, hogy körülbelül a 30%-ban van közel a könyvekhez, vagy 20%-ban a magának a sztorinak, mert alapszinten igen, de nagyon kevés köze van hozzá. Hát minél kevesebbet mondasz, annál jobb a szám szerintem. Jó. Tehát, hogy így ez a... Igen. Tehát például már az első epizód, ott például a Siria soha nem bukkant fel. Tehát, hogy neki semmi köze nem volt az ottani eseményekhez, hogy ott találkozott, ugye ez az elátkozott fickóval a Geralt, és nem ismerte előtte soha. A Yennefernek a varázsereje soha nem tűnt el, tehát, hogy ez abszolút sorozatos találmány. A lesik soha nem bukkantak fel a könyvben, ott csak emlegették a lesiket, de hogy így a játékban láttunk először lesiket. A könyvekben is csak emlegették őket, de nem jelentek meg aktívan. Akkor ez a vadak ilyenkorán egyáltalán nem bukkantak fel, az utolsó könyves dolog abszolút. És ez az elfes csecsemős gyilkosság, szinte ez se volt egyáltalán. Az is full fantázia volt, meg ezek a obszidián monolitok, vagy nem tudom mi a faszomok voltak ezek, tehát hogy ez is teljesen sorozatos találmány. Meg hát Kaer Morhen, az egész évad Kaer Morhenben játszódott, a könyvekben szerintem kb. 100 oldalon van. Összesen a 8 kötetből Kaer Morhen, és lehet, hogy sokat mondtam így is. Tehát, hogy nem nagyon van Kaer Morhen emlegetve, vagy szerepeltetve a könyvekbe. Tehát ezek itt mind-mind olyan dolgok, amiket így a showrunner rántott elő, meg a teljes kreatív csapat. Tehát ez a története a harmadik könyvnek az így kb. De tényleg ilyen egy epizódot tett ki ebben a sorozatban. Fura módon engem egyébként ez zavart, mert nyilván azért, mert nem olvastam, de hogy voltak ilyen pillanatok, amikor tudtam, hogy ez tudja, hogy nem így volt. Ez kell konkrétan. Meg volt egy pár, aminek meg utána mentem, vagy utána néztem, hogy na, akkor ez hogy is volt. De hogy valahogy én ezzel úgy voltam, hogy igazából oké, ezt akkor nem egy könyv adaptációként kell, vagy nem úgy kell felfogni, mint ami a könyvet egy az egybe, vagy a történetet egy az egybe adaptálja, hanem úgy, mint egy ebbe a világba helyezett, nem tudom én, történet. Mert igazából, és javítsatok ki a tévedek, de tulajdonképpen a Witcher 3-nak a története is, majdhogy nem talán a vidékjátéknak az is külön kreálmány, nem? Hát persze, mert ez a folytatás a játék, vagy igen. A könyveknek. Az igen, első Witcher az konkrétan ott veszi fel a fonalat, ahol az utolsó könyv véget ért. Aha. Bizonyos szempontból majd nyilván, hogyha az emberek eljutnak odáig, össze tudják kötni. Uh-huh. Én már így a könyvek olvasása után végigjátszottam az összes játékot, és így láttam, hogy hát szinte az egész könyvsorozatot amúgy leszpoilerezik a játékok, hogyha az ember tudja, hogy mire figyeljen. Tehát most itt tök vakon, mindenféle előtudás nélkül, te nem jössz rá, hogy ezek erre meg arra utalnak. Úgyhogy ebből a szempontból a CD Projekt amúgy nem rontja el a szórakozást egyáltalán. A másik dolog meg, amit így mondani akartam, hogy én amúgy ezt abszolút nem bántam, hogy ennyi mindent az írók raktak hozzá, mert így nekem is izgalmas maradt. Én nekem volt egy csomó új információ, amire nem csak így egy notezben pipálgattam, hogy igen, megvan, benne van, jó, mehetünk tovább, hanem így néztem, hogy ez nekem is újdonság, és nekem így volt valamennyi izgalma ugyanúgy. És nem csak egy ilyen ellenőrként ott nézelődtem, hogy na, minden úgy nézzen ki, ahogy anno a Sapkowski megírta. Mert hogyha erre vágyik az ember, akkor olvass el újra a könyvet. Tehát azért nagyon fölöslegesen adtál. Persze, egyetértek abszolút, és én is utálom azokat az embereket, akik azért fikáznak egy filmet vagy sorozatot, mert nem tökéletes adaptációja a könyveknek, vagy nem is, hogy adaptáció, hanem nem tökéletesen ugyanaz betűről betűre. De ez főleg a Trónok harcánál idegesített, amikor valaki ezzel háborgott, hogy de hát ez a jelenet, ez nem is volt a könyvben, és mekkora hülyeség. De
ugye itt az a problémám a Witcher második évadával, hogy viszont azok a dolgok, amik miatt én beleszerettem a könyvbe, azok szerintem szinte egyáltalán nincsenek a sorozatban. Tehát mintha túl sok energiát fetszöltek volna abba, hogy kitöltsék a sztorit a saját kreálmányukkal, és nem maradt elég energia arra, hogy például elég érzelmi kötődést alakítsanak ki mondjuk Geralt és Ciri között, mert szerintem ez mondhatni a regényeknek a gerince. Az, hogy Geralt ugye a magának való nőcsábász, mutáns Witcher, az mégiscsak elkezd törődni a Cirivel, és ugye ez a több annál, ugye amit a sorozatban is 10-szer kimondanak, de 10-ed annyira se üt, mint a könyvben, ez a kapcsolat, ez kialakul köztük, és ugye egy ilyen apalánya viszony alakul ki, és ebbe jön még a Yennefer, aki meg ebbe az egész elbaszott családba, meg az anya szerepet tölti be, és ez a triumvirátus idézője az, ami az egész könyveknek a savaborsát adja. Szerintem ez a sorozatban abszolút nem jött át, tehát semmi nem érzékelődött ebből, annyit láttam, hogy ott van Henry Cavill parókába, meg ott van a Freya ellen a izébe, a kontaktlencsébe, és elmondják farccal a betanult szöveget. De nincs meg semmi, ami miatt nekem meg lenne ugyanaz az élmény, mint a könyvben. Az tény, hogy annyira nem mély a kapcsolat a Ciri meg a Geralt között, viszont maguk a karakterek szerintem jobban működnek. És itt most kiemelten utalok a Cirire, meg a Yenneferre. Főleg én a könyvben meg az első évadban is nagyon utáltam a Yennefert, és számomra egy sokkal szimpatikusabb karakteré vált itt a második évadban, azért, mert valamennyi alázatot muszáj volt tanulni és gyakorolni. Tehát engem az a végtelen arrogancia az kikészített az összes másik szerepben. De lehet, hogy azért én szeretem olyan ilyen toxikus nőket, hogy ilyen kibírhatatlan hárpia volt a Yennefer, de legalább volt személyisége. Az tény, hogy a sorozatban sokkal kedvesebb, vagy így nyugodtabb. Nem? Hát itt ebben az évadban muszáj volt valamennyire, mert hogy most már nem tudott ugye arcoskodni, és volt neki saját célja, még el is árulta akár a Geraltot, meg ugye próbált tényleg ilyen önző lenni, úgyhogy ott volt benne az a Yenneferség, ami a többiben volt, de számomra egy sokkal azonosulhatóbb karakteré vált azáltal, hogy most már tényleg muszáj amúgy neki is meggondolni, hogy mikor mit mond, és hova lép. És a Ciri, ő meg szintén valahogy egy fokkal kevésbé lett idegesítő, ami már egy nagy dolog amúgy. Jó, tisztelem a véleményedet. Ez is egy nézőpont. Akkor beszélnek azok, újabb álláspont hangzott. Beszélnek azok, akik nem olvasták a könyvet, és nem volt mihez viszonyítaniuk. Szerintetek mennyire működött ezek a karakter közti kapcsolatok? Tehát, hogy érdekes volt, vagy középszerű, vagy rossz? Középszerű. Rossznak talán nem mondanám, de abszolút nem átélhető, vagy átérezhető. Én sosem, vagy egy új ideje nem tudok azzal egyet érteni, azzal az állásponttal, hogy minden, hogy nem jó az, hogyha nem tudok azonosulni valakivel. Hát vannak nyilvánvalóan azonosulhatatlan karakterek, attól még lehet egy történet jó. Úgyhogy ez nem probléma, de itt a nehézség elsősorban az, hogy a főhős, és most a Geraltra gondolok, ő alapvetően egy viszonylag szófukar csávó, és elsősorban belső monológokkal operál, amennyire én tudom, a regény. Na hát ezt így viszonylag nehéz átadni. És ebből kifolyólag én meg igénylem azt, hogy legyenek dialógusok, és a dialógusokon keresztül értsem meg a motivációkat. Én nem feltétlenül annyira értek rezdülésekből, úgyhogy ezért sem feltétlenül a színészi játék mindig a legfontosabb dolog nekem egy történetben, hanem inkább a dialógus. Szóval hát nem tudom, itt erősen voltak problémáim, pont abból kifolyólag, amit korábban is említettem, hogy azt gondolom, hogy borzasztóan szegényesek a párbeszédek.
Gáspár? Én azt érzem nagyjából, amit nem mondjuk, főleg azért, mert tehát azt tudtam, hogy mit kéne, vagy minek kéne lennie, tehát az, hogy a Geralt, ugye a Cirit azt valamiért mégis, aki kvázi a lányával fogadja, meg ugye a Yennefer is ott van ebben az egész történetben valahogy, azt tudtam, hogy ez megvolt, de azt én sem éreztem, hogy ez miért történik, vagy hogy ez így organikusan kialakult van a sorozatban, amit én szintén azt gondolom, hogy azért, mert még kellett volna egy évad, ami alatt ez kialakul. Mert itt de már mert alapvetően az nem volt meg, vagy azt nem értettem, hogy a Geralt az hirtelen miért, tehát miért lett neki fontos a Ciri úgy egyáltalán. Tehát, hogy ő miért mondta azt, hogy jó, igen, megyek, és jó, igen, megkeresem, és megvédem, és miközben meg ugye eredetileg bármennyire is volt ez az egész low surprise, ő így azt mondta, hogy jó, hát soha nem fogok visszamenni Szintrába, és nem azért baszok ki velük, hanem hagyom őket békén, és akkor nincs ez a hülyeség, hogy nekem kell adniuk a gyereküket. És aztán mondom, ehhez képest hirtelen nagyon fontos lehet, hogy ő megvédje, amit még akár azt is mondom, hogy jó, ez még bele is férne, de aztán a Yennefer is megjelent, és köztük se volt semmi, hanem és ráadásul ugye, tehát, hogy 3-4 évadon keresztül a Yennefer ez igazából el akarta kapni a Cirit, és kvázi ellenük dolgozott, aztán az volt, hogy találkoztak, így meglátta, és ja, hát jó, hát akkor nem. És ez volt nekem a leginkább ilyen nyögvenyelős, hogy így hirtelen legyen fel a semmibe azt mondta, hogy ja, jó, hát akkor igazából én is meg akarom védeni, és ebben nem volt semmi emberi szál, vagy semmi organikusság, hogy ő hogyan, vagy az ő véleménye hogyan változott meg, vagy az álláspontja. Akkor erről beszéljünk, mert ez egy érdekes változtatás volt a könyvben. Ugye akkor maga a fő sztori szál az, és akkor javítsatok ki, hogyha hülyeséget mondok, hogy van ez a Voleth Meir nevű ősi démon, aki abba a kunyhóban él az erdőbe, és ez igazából így megszállja az emberek gondolatait, és a félelmüket kihasználva próbál ugye erőre szert tenni, és Yenneferrel ugye azt az alkut köti, hogy elviszi neki Cirit, és cserébe Yennefer pedig visszakapja a varázserejét, amit ugye elveszített a Soddeni csatát követően, ahol azt a tűzmágiát használta. És ugye ez egy hatalmas idézőjelbe karakterárulás a könyvekhez képest, ahol semmi ilyesmi nincsen. De én ezzel pedig azt gondolom, hogy ez nem feltétlen baj, mert a sorozatbéli Yennefernél ez oké. Ez rendben van. Hiszen a sorozatbéli Yennefer, ugye főleg az első évad ment rá erre, hogy ő konkrétan a saját testét és a saját termékenységét áldozta fel azért, hogy varázslónő lehessen. Ugye azt hiszem kivették a méhét, nem ez volt, hogy ilyenek, hogy átműtötték. És akkor nyilván... nem úgy... és akkor nyilván most emiatt ezek az anyai ösztönök már annyira nincsenek meg benne, és akkor mindent feláldoz azért, hogy visszakapja ezt, amiért annyit küzdött, és annyi kint élt át. De nekem működött aztán ez a, hát nem tudom, hogy egyáltalán nem mély mondani való, csak ez a gondolat, hogy ahhoz, hogy valaki szülővé válhasson, jó szülővé, fel kell áldoznia szinte mindent, hogy a gyerek boldogulhasson. És itt igazából ez tetszett nekem ott a Yennefer döntésénél, még hogyha el is volt kapkodva, ez az underlying gondolat, hogy le kell mondani a saját önző és mohó vágyairól azért, hogy a gyerek jövőjét biztosítsa, ez szerintem a mindennapi életben is egyébként egy komoly kérdés, és ugye sokszor ugye ez problémához is vezet, amikor a szülő nem érdekli, hogy a gyerek boldog legyen, hanem továbbra is a saját önző érdekeit nézi. Úgyhogy szerintem ez egy olyan jó gondolat, ami nem tudom, hogy a könyvben mennyire volt benne, nem tudom, Gergő, ebbe tudsz esetleg segíteni, tehát csak a sorozathoz írták, és ezzel nekem speciál nem volt bajom. Az már bajom volt, amit már mondtam, hogy viszont ez
ez meg azt eredményezte, hogy abszolút nem alakult ki semmilyen viszony a Ciri meg a Yennefer között, tehát hogy ők nem ismerték egymást korábban, akkor a Yennefert miért érdekelné ez a random szőke csaj, és miért? Hát csak azért, mert a Geralt szereti. Csak így viszont nem biztos, hogy én ezt elhiszem, hogy a Yennefer az csak azért, mert a Geralt szereti a Cirit, lemondana erről a varázserőről. Hát igen, meg tehát itt a Geralt meg a Yennefer kapcsolata sincsen olyan jól kezelve. Mert hogyha mondjuk tényleg az a, amit ugye az első évadban is, meg az összes könyvben amúgy azért úgy próbáltak erőltetni, hogy ők így nagyon-nagyon oda vannak egymásért, de erről főleg beszélnek. És nem mutatkozik meg ez annyira sajnos ebben a formában. A játékban szerintem tök jól elő van amúgy adva ez az egész, meg ugye ott az egész vonzalmuknak a természetét ugye fel lehet göngyölíteni egy ponton. És, de hát ugye az megint csak egy másik fajta történetmesélés, amit ott csináltak. Itt az van, hogy egyszerűen hiányzik az elegancia az írásból, a szövegkönyvből, az egész jeleneteknek a rendezéséből, amivel amúgy az ilyen szótlan és keveset beszélő és nagyon zárkózott karaktereket amúgy be kéne tudni mutatni. Ugyanez a problémánk a Book of Boba Fett-tel, meg a Mandaloriannel is, és a Witchernél is talán a viszonyok nincsenek olyan jól kezelve, de legalább tényleg a Witchernek azért a mentségére szólja, hogy önmagukban a karakterek viszont amúgy teljesen rendben vannak. Viszont lehet, hogy emiatt kapom a savat, de én a Kasznyigal se vagyok azért teljesen kibékülve. Tehát így külön-külön egész jó, bár ilyen Harry Cavill, sajnos nekem mindig Harry Cavill marad, nem tud Geralt alakulni, de szerintem abszolút nincs meg köztük a kémia a Yennefert alakító színésznővel. Plusz nekem túl fiatalnak is néz ki a Yennefer, tehát hogy abszolút, én, tehát amikor a Ciri mellett áll, akkor olyan, mintha a nővére lenne, holott ugye elvileg ilyen anya-szerűnek kéne lenni, ilyen nevelő anya karakter. Tehát elvileg a Trisszel tekintik egymást izé nővéreknek ugye a Ciri talán, tehát ugye igen. Arról beszélgettek. Szerintem a Henry Cavill tök jól csinálja azt, amit, és úgy én nem a Henry Cavillt látom benne, tehát nem ismerek rá például a Supermanre, vagy a Mission Impossible Fallout-os karakterére például. Tehát itt nem tölti csőre az ökleit. Igen, meg a bajsza is kevesen van viszont. Milyen lett volna, ha úgy szúrja le azt a repülő, nem tudom micsodát. Na mi volt az? Nem tudom megjegyezni ezeket a neveket. Örülök, hogy megjegyeztem. Fogalmam nincs, mi volt. De szóval, tehát Csernobog. A Henry Cavill-en nincsen probléma egyáltalán ebből a szempontból. A Yennefernek a színésznője viszont tényleg nem remekel. De nála vannak rosszabb színészek is szerintem ebből a sorozatban. Ez a dicséret, hogy szar vagy, de van nála szarabb. Úgyhogy gratulálok. Igen, good job. Tehát, hogy lehet még rosszabb is. Én a Fringilla-nak a színésznője voltam kivékülve. Szörnyű volt. Tehát egyszer annyira nem volt semmilyen karizmája annak a színésznek, hogy nem igaz, és ráadásul sajnos, hogy ugye ilyen kvázi főszereplővé volt előléptetve ebben az évadban, hogy elég sokat tikkelt a szemed. Igen. Ja, Gás Lóri, ehhez valami? Mert ugye Gás, te már pedzégetted, hogy neked annyira nem működött ez a Yennefer terve, meg hogy akkor így szembe megy. Akkor ez tényleg így van? Tehát, nem hazudtam. Plot twist. Surprise. Nem, az a bajom ezzel az évaddal, hogy egy csomó része így papíron leírva, összefoglalva, az tök jó, vagy tök jól lehetne. Csak annyira felszínesen van megírva ténylegesen, hogy emiatt nem jó. Tehát ez az egész Volatmer, ami ugye ahonnan indultunk, hogy ősi démon, és ugye nem csak a Yennefert, hanem a Fringillát, meg a zárójel. Én azt hittem, hogy annál lejjebb, hogy a Dűne főszereplőjét Paulnak hívják, nem lehet menni, de na. Lehet a Francesca nevű tündével. Tehát én ezt nem tudom feldolgozni, hogy egy tündét miért hívnak Francescának. De a Francesca az a tünde királynő? Igen. Aha, ja.
De ő is akkor ezek szerint egy sorozat karakter? Nem, ő... Ő van a könyvben. Igen. Van. Csak nem ilyen minőségben. Én ezt nem tudom feldolgozni, hogy... Jobb, mint a Keren lett volna, vagy nem tudom. Hát, de hogy körülbelül Phyllis. Az a szint, de még ha nem a királynő lenne, de hogy ráadásul a legnagyobb izé, nem, tehát Francesca bazd meg. Na jó, zárója bezára. Jó. Tehát, hogy az a storyline, hogy a Volatmer az ugye egyszerre három nőt, három különböző irányba mahinál, és gyakorlatilag ő mozgatja ezt, az egész év annak a történéseit, az papíron egy kibaszott jó ötlet, és szerintem ez eszméletlenül jó lehetett volna, ha aztán ezek a szálak jól vannak megírva. Hogyha jobban látom azt, hogy a Yennefer az vívódik-e magával, vagy mi történik, még mondjuk talán az ő szála volt a legjobb, mert ugye ezt, hogy elveszíti az erejét, és azt akarja visszaszerezni, azt szerintem egy eléggé közérthető dolog. Tehát azt nem kell nagyon ennél jobban magyarázni. Azért a Fringillánál meg a Francescánál ott azért jobban rezgett a léc. Még a Francesca is követhető, de a Fringilla azt szerintem az ott a legkevésbé értelmezhető módon tálalva, vagy ott mi történik velem. De... Na, tehát, hogy ez az ötlet szerintem baromi jó, csak aztán nem volt túl jól megírva, és igen, és pont ezt éreztem a Yennefer-re kapcsolatban is, hogy jó, értem, hogy mit akartak, csak én meg aztán közben azt nem érzem, mert kellett volna sokkal több ilyen karakter fejlesztő jelenet, epizód, történet, akármi, hogy ezek a karakterek életre keljenek. Ja, és hogyha már karakterek, akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok a regény egyik favorit karakteréhez, akit szerintem a sorozatban eléggé meggyaláztak, Triss. Mi lett Trissből? Lóri, hogy foglalnál össze Triss jelenvonásait és szerepét a sorozatban? A fele se tudja. Ülj le, fiam, egyes. De várjál, de Lóri, te tudod, hogy ki a Triss azért? Hogy... Igen. Google gyorsan. Nem. Nem hosszú esszel írják. Nem, tényleg tudom, csak nem tudom összefoglalni, hogy mi az ő karakter a sorozat alapján. Tehát ugye annyi van meg ebben az évadban, most nem emlékszem, hogy az első évadban előtűnik-e. Ebben az évadban Ker Moremben ott van a Ciri mellett, és kvázi az anyja, vagy a nővére, vagy bármi, érted? Tehát aki így kvázi megvédi a sok tirpák vajáktól a Cirit, ennyi. Meg miután rájön, hogy sokkal nagyobb erő lakik a Ciriben, mint ő gondolta volna, utána így rohan a Tiszájához, hogy ezt az információt átadja a mágusok tanácsának. Ja, ennyi. Tehát inkább ilyen plat, tehát hogy cselekményben van szerepe. Aha, kb. Ennyi. Szerintem emberileg egy nagy nulla az egész. Teljesen értelmezhetetlen önmagában az egyéb információk nélkül az a jelenet, hogy ő most miért akar dugni a Geráltal. Tehát így... Hát igen. Az nekem azért volt felborító, és Gergő, segíts, hogyha tévedek, de az évadban ő tudta, hogy a Yennefer él, nem? Ők legjobb igen. Barátnők, és ugye Yennefer visszatért a A-betűs mágus palotába. A Retúza, igen. A Retúzába, ott interaktáltak is, és utána a Triss elkezd kurválkodni a Geráltal Ker Morhenbe, úgyhogy tudja, hogy a legjobb barátnője él. Tehát ilyet... Oké, hogy ez egy másik karakter, mint a könyvben, de így a sorozat karakteréből sem néznénk, hogy ezt miért csinálja. Tehát abszolút nem jött át, hogy mit tudom én, halálosan szerelmes a Geráltba, vagy a Yenneferrel akar kibaszni, vagy miért csinálja ezt? Hát szerintem így ebben a sorozatnak a világában valahogy a mutánsoknak azonnal ilyen nagyon durva feromon kibocsájtása van, amiért mindenki be akarja kapni a farkukat. Sajnálom, tehát egyszerűen olyan megmagyarázhatatlan vonzerő lengi őket körül, így a karaktereknek az elmondásai szerint, ami számomra felfoghatatlan, hogy mi van ezzel, de csak azt tudom elképzelni, hogy ez ennyire fantasy, hogy valami nagyon durva feromon kibocsátásuk van.
Én azért ezt a ők legjobb barátnőket se nagyon jött át a könyv alapján, tehát, hogy így, vagy a sorozat alapján, nekem legalábbis, tehát hogy így persze ismerték egymást, de megint csak azt mondom, hogy azért hiányzott bármi olyan ilyen karakterépítő pillanat, amiből én ezt látom, vagy elhiszem, hogy ők tényleg ennyire jóban vannak. Nekem egyébként a Triss nem volt zavaró, vagy nem tudom, engem nekem egy el volt, vagy én el voltam vele, hogy volt egy ilyen nem tudom én, kedvesebb karakter, aki mondjuk te segíteni akar a Szirinek, vagy nem a saját önző céljait akarja megvalósítani, vagy a saját hatalmát akarja visszakapni, ugye ez az a Yennefer. Úgyhogy nekem ő egy kvázi működött, de teljesen egy ilyen mellé karakterként, és én is úgy voltam, hogy jó, tudom, hogy ő neki egy karakternek kéne lennie, mert mondjuk ismerem a nevét, de hogy az annyira nem volt fontos, vagy nem volt itt akkor a szerepet. A könyvben volt egy ilyen plusz, ilyen nagyon kínos feszültség mindig, amikor ugye négyen voltak ott, hogy ez egy tényleg ilyen elbaszott család. Tehát, hogy a Geralt meg a Yennefer se veled se nélkület kapcsolatban vannak, a Triss az halálosan szerelmes a Geraltba, és dugtak is régen, de úgyhogy közben a Yenneferre legjobb barátnők, akkor a Cirinek igazából a Yennefer az olyan, mintha az anyja lenne, de egy csomó ideig a Triss nevelte, amikor a Kaer Morhenben volt, és akkor ő megint ha a nővére lenne, tehát ilyen nagyon, nagyon kínos, nagyon érdekes dinamika volt ez, és én ezt sajnálom, hogy abszolút nem jött át a sorozatot. Tehát tényleg ezek azok a dolgok, amiket hiányolok, mert most nem érdekel, hogy Volett mer van, meg nem érdekel, hogy most az elfek mit szerencsétlenkednek Szintrába, csak ez az a plusz kelet-európai íz, amit kicsit hiányoltam a Netflix-től. Sajnos. Hát igazából a sorozatnak az egész mentalitását csak annyival lehetne jellemezni, hogy itt a monogámiát senki nem érti. Igen. Igen. Mit szóltatok most a Kökörcsin, nem tudom hány nevén szólítsam, Jeskier karakteré, ez aki az első évadban szerintem talán a legpozitívabb csalódás volt nekem, tehát hogy abszolút nem számítottam rá, hogy ennyire jól fog működni a figura, nem is volt pont olyan, mint a könyvben, de szerintem egy önálló identitása lett, és nyilván egy igazi slágerdalt is hallhattunk tőle, amit Lóri szerintem nem viccelek, körülbelül 300-szor hallhatott az elmúlt 2 évben. Különböző közös ismerősöknek hála. Hogy tetszett nektek a második évadban? Én úgy éreztem, mintha nem nagyon tudtak volna vele mit kezdeni. Szerintem ugyanannyit csinált kb. Mint az első évadban. Maximum azt lehet mondani, hogy nem kapott új dimenziókat, de én nem is vagyok benne biztos, hogy egy hát nagyon... Mire gondolsz? Hát arra, hogy őt a üldözött elfeket ő szökteti ki a hajón, azt szerintem azért egy eléggé kibaszott nagy karakterlépés. Ja jó, oké, mondjuk jó, ezt aláírom. Csak inkább úgy értem, hogy maga a karakter ez nagyon hasonló funkciót töltött be, amikor éppen a karakterdinamikákban vett részt. Tehát a párbeszédek meg a minden szerintem ugyanazt a szintet hozta kb. Mint az elsőben, csak itt most már nem csak egy vicces mellékkarakter volt, hanem tényleg aktívan részt vett mondjuk a cselekményekben. Ami szerintem nem baj, meg szerintem ugyanolyan szórakoztató amúgy a figura. Tehát így, én még mindig bírtam azt a jelenetét, ami ilyen nagyon balfasz volt, amikor ott fel akart ott a hajónál megpróbálni. Ez az önreflexív. Igen, tehát szerintem ez barra szórakoztató volt, és így pont ezek azok a dolgok, amik ebben a nagyon-nagyon ilyen komor, nagyon-nagyon nyers világban egy picit úgy fel tudja dobni ezt az egészet. Uh-huh. Én is kb. Ezt érzem, hogy nekem nagyon kevés volt, mert én tényleg, főleg a második nézésére az első évadnak így nagyon megkedveltem. Szerintem egy tök jó figura, és ehhez képest ugye azért elég keveset volt a második évadban. Az, amit említettem, az nekem nagyon tetszett, hogy azért viszont lett egy elég komoly plusz töltete azzal, hogy ő azért most egy
elég egy valaki lett a szemembe ezzel, hogy ő segíti a tündéknek, a, vagy az elfeknek az elszökését. De azért én bírtam volna belőle többet. De hát meg az volt a fura igazából, hogy ugye volt egy ilyen kettőség abban, hogy megvolt ez a pici előrelépése, de közben, amit Gergő mond, hogy igazából a jelenetekben, amikor ő ott volt, akkor ugyanúgy ő volt a vicces mellékkarakter, és ugye főleg ott a végén Kermoremben ott gyakorlatilag a balfaszkodás ment ezerrel, és ott nem volt semmi olyan pillanat, amire azt tudom mondani, hogy na, itt most ő valamit fejlődött, vagy előrébb lépett. Úgyhogy vegyesek az érzéseim, de önmagában egyébként, mint karakter, szerintem tök jó, meg működik. Csak még nem teljesen jöttek rá, hogy és mikor és mennyire érdemes őt használni. Amúgy egy meglepően aktív karakter, már csak így a könyvekből, meg a játékból is kiindulva, hogy ő nagyon benne van ebben az egész háborús dologban, a hírszerzésbe, meg a mindenbe. Tehát így általában azért így az utcai zenész, az nála inkább egy álca, meg egy hobbi. De amellett amúgy szinte már egy ilyen aktivistának is tekinthető. Influencer. Igen. Igen, de szerintem ez tök jó gondolat egyébként. Ez már alapvetően az első évadban is nagyon tetszett az a szál, hogy ugye a Geráltot azt mindenki utálta, vagy hát ugye Vicsereket mindenki utálta, és akkor ő így beállt a PR-osának, hogy figyelj, haver, látom, hogy te mit csinálsz, segítek neked azzal, hogy énekelek rólad, és slágereket írok, és akkor jobban szeretnek az emberek, és azt valamennyire láttuk is, hogy ennek volt haszna, tehát hogy tényleg a Gerált egy sokkal pozitívabb figura lett a köz szemében, és nekem ez az elképzelés is nagyon tetszik, hogy ezt tovább viszi, vagy valahogy ezt a vonalat erősíti azzal, hogy akkor őt, nem tudom én, kémkedik, meg ilyen politikai aktivista, közben meg ugye az álcája az, hogy továbbra is ez a balfasz karakter, akit szerencsétlenkedik, meg nem tudom, vicceseket mond, de mégis csak egy nagyon fontos résztvevője a politikai dolgoknak. Csak hát ez nem nagyon valósult meg, ez sem, sajnos. Hát meg ugye talán azért is lehet ez, ami ugye magának az évadnak a gondja, de lehet, hogy ez könyvekben is ez volt, hogy ugye ezek a karakterek szerintem akkor működnek igazán, hogyha így egy légtérbe kerülnek. Tehát mind a Geralt és a Yennefer akkor működik igazán, és mind a Geralt és a Kökörcsin is akkor, hogy ők együtt, mint a Shrek és a Samár, tehát hogy ők együtt alkotnak egy jó páros, itt pedig ugye nagyrészt külön utakon jártak, és csak a végén találkoztak. És lehet, hogy emiatt is érezhetjük azt, hogy úgy alulírt volt a dolog. Akkor beszéljünk még a másik nagy száról, a magáról a kiképzésről, a sablonos ugye kiképzési montázsról, hogy ugye Ciri elkerül Kermorhenbe, akkor ott találkozik a többi Witcherrel, megismerkedik Veszemírrel, meg a többi, hát sajnos itt eléggé háttérbe szorult vajákkal, és akkor megkezdődik a kiképzés. Nektek ez hogy tetszett? Mennyire volt kiemelkedő, vagy szokásos szintet hozta? Szokásos Witcher volt, amúgy szerintem. Egy kicsit olyan furcsának találtam ezt, hogy háborognak az emberek a többi vajáknak a szerepén, meg hogy mennyit szerepelnek, meg hogy milyen a személyiségük, mert ők is mind amúgy olyanok voltak, hogy ilyen három mondatot kaptak a könyvekben összesen. Tehát nem voltak amúgy egy túlságosan kidolgozott, vagy bármilyen figurák. Veszemír is csak a harmadik könyvben szerepel, és ott se sokat. Tehát ahhoz képest amúgy szerintem masszívan hízlalva volt az összesnek a szerepe a könyvekhez képest, ami nem feltétlenül egy rossz dolog. Az más kérdés, hogy mennyire csinálták ezt izgalmasan vagy érdekesen. Mert ők tényleg csak ilyen vázlatos figurák voltak szerintem a könyvekben. Hát igen. Mert ugye nekem... bocsánat, még egy dolog zárójelben, hogy ugye az Eszkel karakterét ugye gyakorlatilag feláldozta a sorozat egy plot device-nak, ami
így utólag nekem annyira nem tetszett. Tehát ugye ott az a sztori, hogy az Eskel az, aki behozza a Lesinek a kórját, ugye, a Kaer Morhenbe. De ezzel akárki lehetett volna, hiszen karakterileg nulla szinten egyezett meg akár a könyv, akár a játékbeli Eskellel. Tehát, hogy miért nem egy random vaják jött a Lesikorral. Tehát így egy átlag nézőnek semmit nem jelent, mert oké, Eskelnek hívják, és fogalm nincs, hogy ki ez. Míg egy könyv meg játékismerőnek meg csalódás, hogy egyrészt tök más a karakter, másrészt meg kiírják egy rész után. Hát csak, hogy a könyvhez képest, tehát, hogy így így is még sokkal aktívabb figura lett az Eskel például, mint ami a lapokon volt. Úgyhogy én nekem ebből a szempontból nem volt bajom vele, mert tényleg csak egy nagyon random mellékszereplő ám a könyvben. Uh-huh. A játékban igen, ott egy szerepel valószínűleg kettő játékban, de lehet, hogy mind a háromban is, és ahhoz képest lehet, hogy csalódás, de hát azért nagyon-nagyon régóta tudjuk, hogy ez nem a játékot adaptálja. Annak ellenére is, hogy lehetett látni a játékos kardokat a második epizódban, valamint ugye a Geráltnak a, vagyis hát az ottani Witcher farkas medált is. Uh-huh. Ami egy jó pofa easter egg volt, de ennyi. Én azt gondolom, hogy szerintem ez egy ilyen kettős gondolat volt az Eskel, mert ugye egyrészt kellett tehát a plot device szempontból ez kellett. Ugye azt kellett, hogy... Okay. Ezt még én is olyan rossznak tartottam, hogy nem akartam. Jó, én elvállalom a szart, tehát én büszkén viszem végig a folyosón. Andrásnak ez a kategória nem létezik, hogy olyan rossz, nem nincs elég végig. Szar. Na. Szóval, hogy... Én azt gondolom, hogy a sorozaton belül, ami történt ugye Eskellel, és vagy hát ezzel a karakterrel, és ugye emiatt Veszemirrel, az szerintem működött. Tehát az, hogy ott ugye fel kell áldozni valakit, és aztán a végén ugye egy hasonló szituációba kerülnek a Ciri-vel, ez az egész, ez nekem megvolt, és azt gondolom, hogy kicsit egy ilyen, lehet, hogy egy ilyen clickbait miatt, vagy clickbait jelleg miatt volt ez az Eskel. Mert ugye azt mondod, hogy aki nem olvasta a könyvet, vagy nem ismeri a franchise-t, annak tök mindegy, hogy ez ki, így van. De aki nem ismeri, annak tök mindegy, hogy ez kell, vagy nem ez kell. Annak a plot számít, abban működött. És azt gondolom, hogy emiatt volt ez egy ilyen clickbait jellegű, hogy ugye behozták, hogy aki ismeri, annak okozzanak egy kis meglepetést, vagy váratlant azzal, hogy nem csak, hogy megölik, hanem hogy ő egy ilyen fontosabb valaki lesz. Nekem mondom, működött, bár én nem ismerem a karaktert azon túl, hogy tudom a nevét, meg így tudtam, hogy igen, ő egy másik Witcher, és ezért egy kicsit úgy meglepett, hogy biztos, hogy ő meghalt, mert ő így rémlik a Gwent játékból, hogy ott van, tehát ugyanígy tudtam, hogy nem hal meg, egyből így hirtelen, de nem tudom, mit akartam már mondani. Tehát, hogy szóval a sorozaton nekem belül oké volt, ez így. Igen. Tehát, hogy nekem, amit így csináltak vele, az a sztori, az működött. Tök jó. És maga az egész Kaer Morhen résznek te hogy tetszett akkor így? Aki még nem válaszolt, mondjuk Lóri, hogy így adott valami pluszt, vagy igazából ez is csak úgy nézted, hogy igen, zajlottak a jelenetek, igen, Ciri egyre ügyesebb, oké, fel akarják őt áldozni, füvek próbálja, meg mutagén, meg mindenféle ilyesmi. Hát amennyiben... az, amikor megkapja a mutagént, és kapja az újabb és újabb adagokat, az nagyjából ennyi. Meg aztán tolnak még valamilyen gombákat is bele, vagy hogy van ez? Ja, meg egy szintem nálunk egy-két bukóból a Fett kommentelő a butagént rökölte meg. És bocsánat. Én nem nézem és nem hallgatom. De ez az, Lóri. Akkor te nevethetsz. Én nevethetek, okay. Pont azért. Mi sírunk. Ki ez a Misi? Jó. Na erre ez meg nekem volt olyan, hogy inkább nem mondom, mert annyira szar, de hát igen, tehát Andrásnál ez a kategória nincs. András elszabadul. Na. Szóval, tehát hogyha a kérdés arra vonatkozik, hogy a kiképzés az mennyire volt izgalmas,
Hát, nem annyira. De igazából magát megismerni Kermorent, mint a vajákoknak a központját, az izgalmas volt. És hogyha ezen belül akarom értelmezni a kiképzést, akkor úgy az, mint a világ felfedezése, az nekem izgalmas volt. De ez alatt azt értem, hogy hogy végigmegy a Círia kiképzésen, nekem izgalmasabb volt az, hogy az az ilyen mindenféle mozgó szerkezet, amin végigmegy, hogy az van ott, és hogy akkor az hogyan működik. Érted, amit mondok? Tehát hogy nem a Círi kiképzése érdekelt, hanem hogy maga a világ, ahogy felépül, és ahogy a milyen elemekből összeáll. Vagy hogy például van ez a mutagén, és akkor azt beadják, és akkor így ilyen mindenféle ilyen nagyon durva testi próbával teszik, vagy hozzák létre a vajákokat, ahol ilyen toxikus állapotba hozzák őket, és aztán, hogyha túlélik, hogyha nem élik túl, nem élik túl. Tehát ez a része sokkal jobban érdekelt, mint az, hogy mi történik a Círivel, mert nincs meg valójában a kapcsolat a karakterrel. Innentől kezdve engem maga a világ megismerése sokkal jobban leköt, mint az, hogy a karakter éppen hol tart a saját útjában. Uh-huh. Bocs, közben nézi valaki a csetet? Van cset? Van cset, igen, itt jobb alul van. Majd licci nézzetek rá. Még a Círiről annyit, hogy ugye most az utolsó nagy fordulatról szerintem beszélhetünk, mert ez volt az, ami nekem rohadtul tetszett a könyvben. Még akkor is, hogyha gyakorlatilag a Círi az egy tripla plot device. Egyrészt ő az ősi vérnek az örököse, ugye, amit hát elhadarnak a sorozatban, nem tudom mennyire jött át mindenkinek, de ő az, aki vagy elpusztítja a világot, vagy megváltja a világot, ki tudja, de nagyon nagy ereje lehet, plusz ugye lehet, hogy ő az, aki a vajákoknak a jövőjét biztosítani tudja. Gergő, ez könyvben is így volt, ez a hogy ő a vicserekhez tud így segíteni? Én nem emlékszem erre a Witcher-es szára, amúgy abszolút. Tehát én úgy emlékszem, hogy ez az egész hüvegpróbája dolog, ez is a sorozatnak a dolga. Tehát ez a könyvekben ugye sosem merült fel, hogy na tudnánk új vajákokat csinálni, mert egyszerűen már úgy vannak fel, hogy nem csinálunk új vajákokat, mert nincsen rá kapacitásunk, nem tudjuk őket kiképezni. Tehát itt a Geralt, meg a Veszemír, meg a mindenők egy kihaló fajnak az utolsó képviselői. És ez így nem volt tényező egyáltalán, de a játékokban se. Ami azt illeti, ezt a témát egy kicsit jobban boncolgatta a Nightmare of the Wolf animációs sorozat, vagy sorozat? Hülye vagyok, film. Igen, a Netflixre. Azt megnéztem, az egész jó volt. Igen, az egészen érdekes adalék volt szerintem a történethez. Izgalmas karakterek, hát a fiatal Veszemírrel, és ott is voltak ugye már itt egy kicsit olyan elemek, amikkel kibontották azt, hogy miért is vannak ilyen kevesen a vajákok, meg miért néz ki úgy Kármoren, ahogy. Úgyhogy én amúgy jó szívvel tudom ajánlani, mert egy meglepően minőségi és szórakoztató kis valami. Az úgy indult el, hogy mit tudom én, 1:30-kor mondtam, hogy jó, belenézek 5 percet, ja, igen, nyilván, végignéztem. Na, ez tök jó, nem tudtam, hogy ez ennyire jó. 80 perc az egész, tehát még hogyha olyan... Nem vészes. Még azt mondanád, hogy nem olyan érdekes, izgalmas, akkor is kibírsz azért 80 percet belőle, de szerintem abszolút nézeti magát, és nem üt eszedbe az órára nézni. Ja, úgyhogy akkor egyrészt a háromból ez az egyik ilyen plot device Círi, a másik ugye a meglepetés törvény, a low surprise alapján, hogy ugye Geralthoz kapcsolódott, és így összefonódik a végzetük, a sorsuk, Destiny. Szerencsére nem hallottuk percekét 200-szor, mint az első évadban, hogy Destiny. A harmadik, ami ugye az utolsó jelenetben derül ki, ami nem tudom mennyire jött át annak, aki nem olvasta a könyveket, hogy ugye kiderül, hogy Círi apja az nem más, mint Nilfgaard császára Emir van Emrys,
Nem rohadtul nem jött át. Ez baj. Ez egy nagyon nagy baj, szerintem. Igen, pedig ez amúgy egy olyan fontos fordulat, ez az amúgy az utolsó regényben leplezik le, mert ugye egy könyvben rohadt egyszerű rejtegetni azt, hogy most egy karakter hogy néz ki, hogyan viselkedik, mit tudom én. Egy filmnél, mozgóképnél ez szinte lehetetlen, úgyhogy én amúgy ezt egy tök jó dolognak tartom, hogy ezt már itt a második évadban leleplezték, mert nyilván az Emirt meg kell mutatni, mert amúgy neki az összes könyvben volt egy jó pár jelenete, amúgy tehát egy ilyen visszatérő, fontosabb mellékkarakter volt, és nyilván itt nem tehették meg azt, hogy ezt rejtegetik sokáig, úgyhogy én örültem neki, hogy ilyen hamar felfedték, az viszont abban meg egyszer nem tudtam végig gondolni, hogy most egy olyan ember, aki nem ismeri ezt a fordulatot, az megérti-e amúgy, annak leesik-e? De ezek szerint. Lórinak nem. Jó, azért... Ez én voltam. Most egyébként konkrétan az történt, hogy tegnap, amikor végtekertem másodjára a sorozatot, akkor úgy volt, hogy direkt megálltam például az ilyen államjeleneteknél, és azt egy-egybe végignéztem, és akkor mivel ott volt a Cirinek az apja, de hát mit tudom én, az fél órával azelőtt volt, mint ahogy végignéztem az utolsó jelenetet, és akkor így ez nem ugyanaz a csávó. Körülbelül ennyi. És volt sündisznó flashback? Kurvára nem, és ez nagyon-nagyon durva, tehát hogy nekem az első évadból sem esett le az, hogy ő egy valaki Nilfgaardból, és hogy előtte gyalázza a Kalante a Nilfgaardiakat. Tehát, hogy ezek az olyan apró finomságok, amik egyébként fontosak, nekem nem estek le. Ez nem azt jelenti, hogy ez biztosan csak és kizárólag a sorozat hibája, mert egy csomó ilyen hülyeséget benézek, és nem biztos, hogy leesik, de ettől még nekem ezek nem ütöttek. Ezek nekem, mit tudom én, másod-harmad nézésre, vagy egyéb forrásokból jöttek be, mint információk. Hát ki tudja, nem tudom, tehát nem mindig csak a sorozat hibája, hogyha én nem értek valamit, de ezek nekem nem ütöttek. Igen, azért bocsánat, a Lórira bízni azt, hogy egy arcalapján ismerjen fel valakit, az hát, több mint merész. Má bocs. Én meg tudtam ezt a fordulatot. De nekem az volt a fura, hogy vagy azt nem csináltak szerintem túl jó, hogy ugye az Emirt azt nagyon sokáig White Flame-ként emlegették. Uh-huh. És szerintem ott csúszott el, vagy az, ami sokkal inkább el tud csúszni, hogy így soha nem mondták ki egyértelműen, vagy nem, tehát kevésbé volt megmagyarázva az, hogy a White Flame az kicsoda, és mi az igazi neve, mint az, hogy a sorozat végén ott volt ez a fordulat. Mert szerintem azért abból, hogy pont az utolsó részben ugye ott volt ez az álomjelenet a Cirivel, ahol vissza, ugye megelevenedik gyakorlatilag az a bál, és ott vannak a szülei, az szerintem elég ahhoz, hogy így arcra összeragd a csávót, hogy az ugyanaz, mint aki a végén megfordul. Csak szerintem az nem annyira világos, vagy az egy lehet egy kicsit ködösebb, hogy az Emir az Nilfgaard császára, ő mennyire fontos, hogy meg gyakorlatilag van egy ilyen szekta körülötte, vagy hát egy sokkal, sokkal ilyen vallásibb irányzatban megy el a Nilfgaard, és ez az, ami kevésbé jön össze, meg igen, egyébként a sündisznós vonalra is lehetett volna még egy valamilyen visszakacsintás, de ez lehet, hogy a következő évadban lesz. Úgyhogy nekem ez egy kicsit hiányzott, viszont zárójel azt mondtam, hogy nagyon jó easter egg, hogy abban az álomjelenetben, itt a bálon, ugye, amikor szétporlad a mindenki, ugye szétporlad a Kalante, szétporlad a Pavetta, de a Dune nem porlad szét. Uh-huh. Ja, igen. Tudja, hogy megy a jelenet, és ugye úgy van vége, hogy jaj, ne hagyj el minket, stb., és a Dune van ott a legvégéig, és aztán úgy vágnak ki vissza Kermelembe, hogy soha nem látjuk, hogy elporlad. És én ezt úgy néztem, hogy mondom, tudtam, hogy ő kicsoda, és ez így feltűnt, hogy aha, azért ez egy ilyen
hogyha tudod, akkor lehet, hogy észreveszed típusú easter egg, és ez tetszett, hogy az ott azt így elhintették, hogy aha, itt azért valami ezzel a csávóval lehet, hogy van. Jó. Oké, és akkor ugye a harmadik nagy történetbeli szál, ugye beszéltünk már Kermoherről, beszéltünk a Voletmeiről, ugye ez az egész szintrai tündés Nilfgaardos konfliktus. Nekem alapvetően az az ötlet tetszik, és nem tudom mennyire jött el a sorozatból, és mennyire én tettem hozzá, hogy Nilfgaard az gyakorlatilag olyan, mint a római birodalom, hogy egy nagy kultúrát, de azért erőszakos hadviseléssel bíró hatalom egy császárral, aki nem azért foglalja el feltétlenül a földeket, mert neki annyi termőföld kell, vagy arany, vagy akármi, hanem mert ő úgy gondolja, hogy a saját kultúráját azt el kell terjesztenie, és ezeket a barbár semmire kellőket fel kell hozni a saját szintjére. Nyilván ez sok gyilkossággal jár, meg itt ugye egy csecsemőgyilkosság is bejátszik, ami nem túl pozitív, de nekem alapvetően tetszett ez a párhuzam, nem tudom, ez nektek így mennyire jött át, mert az tény, hogy a sorozatban a Nilfgaard továbbra is, tehát hogy beszélnek róla, hogy hú, nagy hatalom, meg nagy izé, de nem érződik annyira egyértelműen, mint mondjuk az Uruk-hályok a Gyűrűk urában akár, vagy a birodalom a Star Wars-ban. Hát abból, amit elmondtál, semmi nem érződik a sorozatban. Tehát, hogyha én ezt nem hallom más forrásokból, akkor semmilyen ilyen információm nem lenne ezzel kapcsolatban. Ez kicsit megcáfolom, mert konkrétan elmondják ezt a sorozatban. Hogy a római birodalom. Én ezt értem, de bárki ezt mondaná az ő helyükben. Tehát, hogy ez érzékeltetve nem volt. Jogos. Nekem egy picit talán az elfeken, vagy az elfek miatt ott volt. De nem abban igazadva, hogy valóban, tehát nem látjuk azt, hogy milyen, vagy nincs egy ilyen előtte-utána típusú, stb. Tehát, hogy látnám, hogy most, mit tudom én, az elfoglalt területeken eddig hogy éltek, és most hogy élnek. Meg nyilván azért az, hogy abban is igazad van, hogy bármelyik hódító birodalom ezt mondaná, és bárki, akinek az otthonát elfoglalják, az több mint valószínű, hogy azt mondja, hogy hát basszatok meg, ezek ide jöttek és leigáztak minket. De mondom, nekem itt az elfek miatt volt egy kis ilyen, tehát az finomított egy kicsit a képen, hogy az összes északi királyság ugye üldözés utálja az elfeket, és ők meg azt mondják, hogy jó, akkor segítjük őket, meg összefogunk velük. Ez egy más dolog, hogy mi volt a mögöttes, hogy hova futott ki ez az egész, ugye megint elég szarul megírva, vagy elég felszínesen, hogy ugye most a Fringilla az, tehát hogy tényleg segíteni akartak el, vagy csak a Fringillanak volt ez a valami saját érdeke, vagy ez az egész, most akkor felbasszák az elfeket ez a gyerekgyilkossággal, és akkor úgy ráeresztik őket az északi királyságra. Ez volt-e a cél, vagy ez csak így véletlenül így sikerült, és aztán azt mondták, hogy persze mindig ezt akartuk. Ez volt szerintem nem jól megírva, viszont lehetett volna kurva jó megcsinálni. És ezért fájt. Megint hát igazából mindenki ezt fordult inkább Gergőhöz, hogy én próbáltam néha úgy nézni a sorozatot, hogy nem ismerem a könyvek történetét, és nekem az jött le egy csomószor, hogy ez a Kehir karakter, ez mit keres a képernyőn? Hogy ő miért kap ennyi szerepet, holott abszolút nem értem, hogy mi az ő szerepe a sztoriban. Én is csak az ötödik könyvnek a kontextusában tudom kezelni amúgy ezt a karaktert, mert én tudom, hogy mi lesz vele, és nekem az egyik kedvenc karakterem volt talán a könyvekből. Igen. Tehát, hogy borzasztóan összetett és komplex az ő motivációja, és az, hogy ő honnan hova eljutott. Tehát ő a Sapkowski-nak a Jamie Lannister-je kb., ami egy óriási nagy teljesítmény érzésem szerint. Itt egyelőre így a végcélt szerintem nagyon nehéz felmérni az egyszeri nézőnek. Ő számukra ugye ez a karakter ugye csak az volt, akitől a Ciri izzadva ébredt fel álmából, mert rettek tőle. És hogy,
és hogy ez a random közkatona, aki vitte a Ciri-t egy 20 percen keresztül kb. A lován, meg az első epizódban, ez szerintem nem biztos, hogy indokolja a legtöbb nézőnek, hogy most ő miért ennyire fontos. Az, hogy majd ő ki lesz, az egy másik dolog, de ez a pillanatnyi néző nem biztos, hogy olyan azt fogja érezni, hogy oké, érdekel, hogy mi lesz ezzel a karakterrel, maradjunk itt, és nem az, hogy jó faszom, nézzük már a Geraltot, meg a Yennefert, meg a Ciri-t. Szerintem pillanatnyilag pont ez a lényeg, hogy hát nagyjából én is tudom, vagy így a nagyon nagy vonalakban én is tudom, hogy mi lesz ő, vagy ki lesz ő. Elolvastam a Wikipédiát. Ez, ha most lenne itt egy ilyen kamera, látna ez a Picard facepalm. Milyen bazdmeg. Double facepalm. Nem tudom ezt feldolgozni, de jó. Sajnálom. Szóval, hogy így de figyelj, tehát hogy az, hogy azért olvasom el ezeket, na egyrészt azért megpróbálok nem mindent elolvasni, másrészt azért lássuk bennek, hogy ezeket a könyveket valaha el fogom olvasni, de jut a végéig annak egyre kisebb a valószínűsége, viszont közben meg zavar egy az, hogy nem értem a játékot, vagy nem mindent értek a játékot, tehát ezért szoktam elolvasni dolgokat. A másik meg az érdekel, hogy mi az, ami azt mondtam, a sorozathoz találtak ki, és mi az eredeti. De mindegy. Tehát, hogy nagyjából tudom, hogy mi lesz így a nagy sztori árkja neki, és szerintem ahhoz most még alapozzák őt, mint karaktert. Viszont szerintem már ezen az évadon belül, és illetve az első és második évadon keresztül is van már neki egy érdekes íve, mert, és tényleg ezt mondjuk a Jamie Lannister azt hasonlít, hogy az elsőben ő a fő katonai, nem tudom én, vezető, meg ugye igen, akitől a Ciri egyfolytában összefossa magát. És aztán a második évad az meg ugye úgy kezdődik, hogy ő egy ilyen csövás is elkapják, és nem tudom én, kínozzák meg, stb. És ugye abból mégiscsak visszajön, vagy azért ott egy picit megismersz valami, talán valami emberibbet belőle, de közben meg a végén az évadnak ugye ugyanúgy ott visszajön ez a genyó oldala, amikor a Fringe-Élával kicsit így, nem azt mondom, hogy egymásnak mennek, de hogy azért ott van egy ilyen rivalizálás köztük, ami szerintem tök érdekes. Úgyhogy nekem mint ilyen működik egyelőre a karakter, sőt igazából jobban működik, mint az első évadban, ahol inkább csak azt éreztem, hogy jó, most itt van egy ilyen random a fekete katona, hogy így legyen egy valaki, akire lehet mutogatni, de ő az, akitől fél a Ciri, meg ő az, aki a Cirit üldözi, és van egy ilyen ellenségkép, amit elénk rak a sorozat. Értem. Jó, oké. Jó. Miről beszélünk még? Hát, ja, és még bocsánat, még azt akartam kérdezni, hogy jól emlékszem, hogy úgy ért véget az évad, hogy a császár az ellenük fordul, nem a Fringilla és a Kehir ellen, hát, hogy meg kell őket tartóztatni. Hát finoman azt, hogy most lemészárolják őket a francba, vagy nem, az nem látszik a képernyőn, de így finoman tudtukra adja, hogy amit éppen bekamúztak neki, hogy ők hogyan ölték meg a csecsemőt, meg mit tudom én, mi azt így finoman tudtuk rajta, hogy jó, hát az én voltam. Még érdekes, tudjátok ki az a Vilgefortz? Igen. Én tudom. Na, tényleg? Sorozat alapján, igen. Jó, azt hittem, hogy csak Gergő fog bólogatni. A tisztájának a szeretője. Hát igen. Aki átveszi a mágus tanácsban a vezető szerepet, és annyi, hogy őt kiáltják ki a szódeni csatának a, mit tudom én... Megnyerőjévé. Megnyerőjének. Hát a hősévé. Igen. Jó, nekem sokkal kevesebb rém lett. Tehát én úgy emlékszem, hogy volt kb. 3 jelenete az évadban. Vagy 5.
Hát nem, tehát ez, amit a Lóri elmondott, ez igen, de ezeket kb. Onnan tudjuk, hogy ezt így elmondták. De tehát, hogy az, hogy a Tiszajával együtt van, vagy ott köztük valami van, az annyi, hogy semmi is már. És így néztem, hogy ja, jó, oké. Kimaradt egy rész, hogy nem láttam, vagy nem emlékszem, hogy ők mikor jöttek össze, vagy ők mindig együtt voltak, vagy mi a túró történt itt. Tehát, hogy azért azt eléggé nagyvonalúan kezelték. Szerintem az egész Brotherhoodnak a felépítése, vagy az, hogy ott ő vezető lett, vagy most a Tiszajával ketten vezetik, vagy nem tudom, mi a túró. Tehát, hogy az is egy kicsit ilyen oké. De tehát, hogy ez a sztori is, vagy ez a vonal is az, amiről már beszéltem, hogy így papíron tök jó, csak kéne két-három ilyen karakterépítő, meg sztoriépítő idézője a filler rész, ahol Varys meg kisújja a trónteremben megbeszélik a dolgokat. Tehát, hogy ilyenek nem voltak ebben a sorozatban, és ezért nem működnek ezek a sztori szálak annyira, mint amennyire mondjuk a Trónok harcában, igen. Igen, például te, Gergő, mennyire voltál megelégedve Vilgefortz megjelenítésével, ismerve a későbbi könyveket? Hát a Vilgefortz talán a legalul reprezentáltabb karakter ebben a történetben, és már pedig neki nagyon fontos lenne ezen a ponton az építése, hogy aztán ne kelljen kapkodni később. Mert igen, tehát a Vilgefortz ő egy eléggé lényeges figura. Úgyhogy a Vilgefortz az nagyon nagy csalódás. Ja, úgyhogy ilyeneknél sajnálom tényleg azt, hogy túl sok volt a hozzáírt filler, mert jó, persze érdekes, hogy most mi lesz a tünde csecsemővel, meg hogy akkor a Francesca ugye olyan szintre süllyedt, hogy akkor ő is elkezd embercsecsemőket gyilkolászni, de egyrészt nem tudom, hogy ezt meddig akarják elvinni, másrészt meg ez játékidőt vesz el olyan karakterektől, akik viszont a későbbiekben biztos, hogy kapnak szerepet. Tehát én nem hiszem, hogy a Vilgefortz nem kapja meg azt a szerepet, mint a könyvekben, csak egyszerűen nem lesz neki annyira megágyazva, mint kéne, és majd néz a néző, így pislogva, hogy oké, ki ez a csávó, volt kb. 3 jelenete 2 év alatt, és most miért kéne érdekelni engem, hogy mi történik. Mert azt hiszi a Loren Schmidt, ugye a showrunner, hogy azért, mert elmondanak valamit egy mondattal, az már elég. És persze, papíron elég, csak azért a néző szereti átérezni a dolgokat, nem csak azt, hogy elmondják neki, hogy figyelj, ez van. De ott is lehet, hogy a castingon megy el, amúgy ez a Vilgefortz. Hát sajnos, az se erős. Igen. Tehát nincs. De miért? Én nekem nincs bajom a csávóval egyébként. Uh-huh. Jó. Hát jó. Majd lesz. Majd lesz. Van-e még olyan eleme az évadnak, vagy a sztorinak, amiről nem beszéltünk, de szeretnétek kiemelni akár pozitív, vagy negatív értelemben bármilyen elemet? Zajszűrő. Ez azért, tehát, hogy ez egy olyan kérdés, hogy most oké, csak nem tudom, hogy miről fogunk még beszélni. Tehát, hogy ki akarom-e emelni most mondjuk a szétéget arcú tűzmágust, mint egy persze nekem tetsző figurát, vagy nem akarom, mert annyira nem szerettem bele, mint figura, csak érdekes volt. Na, ő például, ez a Rinsz, ez szerintem 100%-ban megegyezik a könyvbeli verziójával, és működött is, nekem tetszett abszolút. Jó, hát tudod, még nem is ugye most az a lényeg, hogy olyan-e, mint a könyvben, hanem hogy van egy karaktere neki a sorozatban, van neki egy saját aurája, egy olyan dolog, amiről egyből rájössz, hogy igen, ez az a karakter, és vele jó munkát végeztek, teljessége. Tehát egy kicsit olyan, mint a kökörcsin a pozitív oldalon, hogy nem szerepel sokat, de ami van, az kifejező, és azonnal el tudod helyezni a sorozatnak a térképén. Igen, de én bírom egyébként az ilyen könnyen felismerhető, nem hatalmas mélységgel bíró, de mégis így ténylegesen beresz mellék szereplőket. És zárójel egy fél mondatból visszautalva a többi Witcherre, hogy nekem ők is azért volt jó, vagy azért nem zavart, hogy ők ott vannak, mert meg hogy nincsenek mélyebben megírva, mert pont annyi volt, hogy attól, hogy ők
kisebbségüket tekintve reprezentáltak valamit, vagy valahogy kinéztek, az nekem így elég volt, és egy érdekesség volt az, hogy lám-lám, itt van egy fekete Witcher, vagy lám-lám, itt van egy ilyen közel-keleti beütési Witcher, akinek ugye sokkal, tehát nem az egyenes kardja van, mint a Geraltnak, hanem egy ilyen ívelt szabjája, ami ugye a észak-afrikai, vagy nálunk az észak-afrikai akra vagy a közel-keletiekre jellemző. És nekem ez tök érdekes volt, hogy ha vannak ilyenek, és pont ennyi volt bennük, és ezt nekem hozták. Zárójelben zárva. A Rins, vele nekem egyedül az volt a bajom, hogy volt ez a Lydia nevű csaj, akivel ott mahináltak, és na ő az, akit nem tudok, hogy most én nem emlékszem rá, hogy ez kicsoda, hogy kinek dolgozik, vagy ez az egész, tehát hogy ők ketten kinek dolgoznak, vagy mi történik, vagy ez nincs még benne a sorozatban. Szépen segítsetek ki. Gergő? Nekem se dereng, most én így rágoogliztam, okay, hogy ki ez a Lydia. Én arra emlékszem talán, hogy ott a császárnál mindig ott állt, és nem ő, aki ilyen bűbájt tesz az arc elé, mert annyira el van csúfítva, hogy így ilyen illúzióval kell illúziót csinál maga elé, hogy normálisnak nézzen ki. Ja, lehet. Hát ő egy ilyen... 20-rangú karakter. Uh-huh, igen, ő annyira nem fontos. Eszembe jutott egy téma, igazából ez viszonylag személyes, tehát nem hiszem, hogy túl nagy beszédtémát adna, de nekem kifejezetten tetszett az első részben elfelejtettem a nevét, de az az ilyen hülye fejű csávó. Tormund? Igen. Hívjuk Tormundnak szerintem. Ezt szerintem a Lórinek ezt magyarázd el, hogy miért hívjuk Tormundnak. Csak érti. Nem. Nem érti. Hát az a csávó játszotta, aki a Tormund volt. Igen. Yeah, szakálni, aki nehéz felismerni. Igen, ezt csak azért mondom, mert nekem is meg kellett néznem IMDb-ben, hogy na ez vajon ki, mert ez így éreztem, hogy ez valaki, tehát már így szörnyetekként is mondom, ez biztos, hogy ez valaki. És ezt tehát, hogy mondjam, emberként se ismertem fel, igen. Én az elején olvastam a casting hírt, hogy ő fogja játszani ezt a bizonyos karaktert, és én néztem, hogy hát jó, hát nem fog azért annyira kiugrani a skatujából, de aztán amikor megláttam, hogy levágta ezért a szerepért a szakállát, az úgy pészen. Felháborítanak tartom, de... De aztán utána, hogy kiderült, hogy én azt hittem, hogy ő így nagy rész sminkben van. És az jelmez rajta igazából, de aztán kiderült, hogy kurvára CG volt az egész karakter. Ne, tényleg? Aha, igen. Baszki. Igen, tehát hogy konkrétan nem volt az arcán semmi se, körülötte nyilván az a szőr, az valamennyire ott volt, mint egy ilyen oroszlán sörény, de maga az arc az motion capture, és face azt capture mondjuk, volt. Az elég komoly. Én is full azt hittem, hogy én néztem is, hogy na, milyen jól megcsinálták a király, hogy még tartják ezt, hogy azért nem CGI-ozunk szét mindenkit, hanem még eredeti maszkok vannak, hát akkor nem. Nem, szerint. Tehát hogy ez CG volt, így a Corridor Crew-nál foglalkoztak a jelenettel, és akkor ott ugye itt többen is mondták, hogy hát ez szerintem smink, és akkor a szájmozgás van úgy megcsinálva CG-vel, és aztán utána pedig mutattak tényleg verk felvételeket arról, hogy tényleg kamerával az arcán járkált ott a színész, és akkor így rekreálták utána a játékát. Hmm. Úgyhogy amúgy nagyon felső kategóriás volt ott a CG munka. Abszolút. Na, szóval az a rész, az ami ott volt azon a tanyán, vagy így kastélyban, vagy bármiben. Birtokon? Birtokon, na. Az szerintem baromi jó volt. Én élveztem azt, hogy van végig egy para, most megkérdezhetem a karakter nevét, mert elfelejtettem. Megkérdezheted, most nem tudom. Én se tudom, majd mindjárt kinyomozom. A szörnyű. Szörnyeteg, ez pont. Nivellen egyébként. Nivellen, igen. Hát ami a Nivellen és a Geralt között van, hogy ők barátok, de mégis van egy ilyen para közöttük, hogy a Geralt mégsem bízik annyira Nivellenben, hogy itt minden okés lesz, félti a Cirit,
és közben ott van egy Brooks-a valahol bujkál a tetőn, és hogy így fokozatosan volt adagolva a feszültség jelenetekbe, és egy ilyen hát ez nekem kifejezetten az egyik legjobb eleme, vagy a legjobb része volt a sorozatnak, ahogy ezt így, ezt az egész sztorit, amit csak kifejezetten azon a birtokon ott történt, azt, hogy összehozták és hogy adagolták. Ez szerintem nagyon-nagyon mesteri volt, főleg ott a félrészek és dobáló párbaj zseniális. Nagyon élveztem. Hát az hozta az első évadnak ezt a heti szörnyes történetet, mert itt a második évad azért erőteljesen maga mögött hagyta a szörnyvadászatot szerintem. És ez a rész viszont még egy ilyen kis beeltetés, egy ilyen kis csali volt. Ez a könyvben is egy tök jó sztori, ez a második könyvnek a nyitó története, hogyha jól emlékszem. És ez tök izgalmas, és nekem igazából ennek megint csak a lezárása tetszett, hogy az olyan Isten igazából Geráltos volt, és Witcheres volt, ahogy lekerekítették ezt a történetet, és hogy nem könyörült meg rajta a Geralt. Tehát ebben volt karakter, ebben volt hangulat, ebben volt mentalitás, ebben volt filozófia, ebben minden ott volt, amitől Geralt, és a Witcher. Igen, egyébként az első könyvben volt, bocsánat, csak így beleokoskodtam. Igen? Igen, de egyébként mindennel egyetértek, és én tudom, hogy biztos idegesítő, aki nem olvasta a könyveket, de én pont erre mentem volna rá tényleg jobban az évadban, hiszen Lóri is kiemelt, hogy ez volt a legjobb rész, és hát amit Lóri mond, az úgy van, és ahhoz kell igazodni a Netflixnek, hogy ebbe volt erős, mert ezt tök jól adaptálták azt a sztorit, tehát ezt nem szóról-szóra adaptálták, hanem hozzá költöttek dolgokat, meg kicsit átformálták, de tök jól működött, és tényleg magáról a Witcherről, ami a sorozat címe, hát arról szólt a legkevésbé az évad, és ez tényleg nagyon sajnálatos, mert szerintem ez egy nagyon eredeti ötlet volt a 90-es években, hogy a Geralt tényleg egy szörnyvadász, neki ez a munkája olyan, mint a vízvezetékszerelő, vagy a nem tudom mi, egy vállalkozó, aki abból él, hogy szörnyeket öl meg, és kap érte pénzt, és katázik, kész. Katázik, igen. Igen, és befizeti az adót, és ennyi, és ezen keresztül, de ezt már mondtam, ezen keresztül jobban be lehetett volna mutatni ezt a világot, és ha ez a sorozat a 90-es években készül el, akkor biztos, hogy erre jobban rámennek, akkor ilyen csillagkapuszerű sorozat lett volna belőle, hogy 15 évad, és akkor mindegy 22 rész, és mindegyikben egy más kaland, az másképpen lett volna rossz, de igen, nekem is ez tetszett a legjobban, mert volt egy fókusz a résznek, tudtuk, hogy kik a szereplők, hogy azoknak mik a szerepük, egymáshoz való viszonyukat, volt benne feszültség, volt benne humor, volt benne akció, volt benne dráma, és megőrizte a Witcher ízét. Ja. Úgyhogy az prima volt. Amúgy furcsa, hogy maguk mögött hagyták ezt a formátumot már így a második évadra, miközben az első pedig tényleg még ilyen heti esetes, történetes valami volt, és oké, hogy a könyvek is így két kötet után váltottak egy ilyen rendes regényformátumra, de furcsa, hogy itt a sorozatnál is úgy gondolták, hogy oké, hogyha eljutunk a történetben a harmadik könyvig, akkor mi is átváltunk erre. Nem tudom, hogy ez jó ötlet volt-e, mert az összefüggő története és a Witchernek amúgy érdekes, meg jó, meg szerintem jól adaptálható sorozattá, csak közben meg az emberek szerintem pont erre a heti esetes valamire haraptak rá még az első évad folyamán. Úgyhogy lehet, hogy megint megérkeznek a visszajelzések, és akkor mondjuk azt látják a készítők, hogy a második évadból ezt kedvelték a legjobban, akkor lehet, hogy egy kicsit nagyobb hangsúlyt fog kapni a harmadik szezonban. Amit amúgy nem vagyok benne biztos, hogy most ez így megtörténne, mert a harmadik évadot már talán a második premierje előtt elkezdték írni, sőt lehet, hogy már meg is volt írva az évad. Mert ugye kurva sokáig tartott a forgatása a koronavírus miatt a második szezonnak. Hát meg most talán már késő lenne, nem? Így most már beletenyereltek a trónok harcába, itt a királyságokkal, meg a politikai mahinációval, meg a 500 karakterre, most ezután visszamenni a heti kalandra már késő.
talán. Hát egy párra gondolt, amit egy 2-3 ilyen epizódra mondjuk. Meg szerintem ezt össze lehet hangolni, vagy össze lehetett volna hangolni, hogy akár megint több idősíkon futtatni a történetet, akár úgy, hogy tudom én, miközben mennek ezek a politikai machinációk közben, mindig van valami adott történet, vagy a Geralt valahol éppen szörnyben elszik valakit. Úgyhogy, hát igen, mondjuk így, de még azt gondolom, hogy még ezután is lehet, hogy meg lehet csinálni, mert ugye felfoghatjuk úgy, hogy jó, ez volt a Ciri-nek a kiképzése, ez az évad, és akkor most elmehetnek, nem tudom, akár ketten szörnyvadászni. Hát csak a Ciri az egy hatalmas nagy időzített bomba, az abban mindenki őt keresi, ő a plot device-t. Igen. Mondjuk ez igaz, hogy igen, innentől nem fog visszamenni, tehát a Geralt nem fog elmenni, hogy akkor jó, akkor vadászgassunk szörnyeket. Ja, hát igen. Szünetelteti a vállalkozást. Igen. És a katát azt féléket tenni. Ja. Ja. Általánoságban egyébként annyit tudok elmondani, amivel gondolom egyetértetek, hogy az évad technikailag mindenképpen javult, tehát látványban, operatőri munkában, díszletekben, jelmezekben, vizuális effektusokban hát érezhetően fejlődött az első évadhoz képest, ami hát elég rusztikusra sikeredett, nem? Azzal a PS2-es sárkánnyal, meg a ilyen tatai várral. Igen, amiben láthatóan semmilyen kárt nem szabadott okozni, és így nagyon távolra mutogathatták csak erdőbe rohangálást, tehát hogy azért az kifejezetten olcsónak hatott szerintem, még úgy is, hogy azt hiszem részenként 10 millió dollárjuk volt, tehát az egész évvel az 80 millióba került. Itt láthatóan több pénzük volt, és szerintem ezt jól használták. Tehát ilyen szempontból nekem nem volt problémám az évaddal. Nekem egy picit azért volt, a CG az tök rendben volt, csak én valahogy ránézek erre a sorozatra, és annyira hiányzik belőle az a hangulat, az a mocskos középkoriság, minden olyan tiszta, mint hogy a Django viszonyult a westernekhez, ott se ez a mocskos, koszos agyon használt minden szarvot, alatt minden csilivír volt. És ebben a sorozatban is ezt veszem észre, és nem tudom, hogy azért, valószínűleg nem az, hogy rossz munkát végeznének a díszletesek, vagy a jelmeztervezők, vagy a sminkesek, vagy a fodrászok, hanem mint hogyha a világítás nem lenne rendben a sorozatnak, mint hogyha az egésznek a színvilága lenne valahogy olyan idegen, és simán lehet, hogy csak azért, mert megszoktam a Trónok harcának ezt a nagyon kopottas nágyfány világát, és ugye az tűnt nekem olyan autentikusnak, és az, hogy most színeket látok egy fantasyben, már idegennek tűnik. De valahogy nekem nem akar a sorozatnak a látványvilága összeállni. Pedig az első évad első része az egészen kopottas volt, most valahogy az ugrott a fejembe. Van benne valami, tehát hogy így én is néha felfedeztem, de valahogy az összkép az nem, főleg ennél a második évadnál. Meg volt, aki kritizált, hogy persze, fölfelé száll a hó, az milyen gagyin néz ki. Amúgy, igen, tényleg én is észrevett, hogy fölfelé száll a hó, de amúgy kinéztél az ablakon, kurva sok hó esett most télen, tényleg száll fölfelé a hó a szél miatt. Tehát, hogy ez előfordul simán, úgyhogy ne ez alapján gondold azt, hogy értesz a díszletezéshez, hogy a hónak csak lefelé szabad estie. Értem. Jó, igen, és az akciójeletekről mit gondoltok, mert bármennyire egy cikké, még mindig azt gondolom, hogy a legjobb akciójelet az első évad első részében volt, amikor ott a Geralt Blaviken-i mészáros lesz, és ugye ott lekaszabolja azokat az embereket. Már féltem, hogy a kikimurás akciójának. nem arra gondolok. Meg nem is, amikor ott az ördögfejű fasszal birkóznak a kukoricásban. De az kurva vicces volt legalább. Persze, az vicces volt. Csak... Énnek az nagyon tetszett. Na, az ilyenek hiányoztak ebből. Az egy ilyen arcoskodós bunkókölharc volt, és az, annak legalább volt valami hangulata. Itt a másodikban ott volt egy ott középtájon, amikor az iskolából ott a Cirit kiment, és ott rátámadnak a Geraltra. Az egy egészen pofás akciójelenet volt szerintem. Mondjuk nekem az egy kicsit ilyen a semmiből jött. Pont azért, mert nekem egyébként tetszenek, vagy tetszettek az akciójelenetek,
Tény és való, hogy, hogy a Blaviken-i volt eddig a legjobb, de nekem, és ezt már a Book of Boba Fettből mondta, hogy nekem azt tetszik nagyon, hogy azt látom a Geralton, hogy ő nagyon kevés mozdulata van, de hogy pont ettől tűnik iszonyat profi szörnyvadásznak, hogy ő pontosan tudja, hogy hova kell vágni, és mi az a két mozdulat, amivel a eredményesebben és a leg... Mi az efficient magyarul? Leghatékonyabban lehet megölni valakit, vagy valamit. És én azt nézem, hogy mondom, ennek abszolút megfelel minden mozdulat a Henry Cavillnek, és pont emiatt volt nekem az a Gergő által említett jelenet egy picit ilyen túl sok, tehát az ilyen Zack Snyder-es volt már, hogy ott lassítva, meg azért röpködtek a fejek, meg tudom én, bemegyünk közel az orjukába a betörő vagy mi banditának, és nekem azért néztem, hogy aha, hát jó. Egy kicsit olyan volt, mint a bajós árnyaknak a Darth Maul-os harca, hogy egy kicsit ilyen flashy volt az egész, de valahogy nekem a Witcher-től ez nem idegen. Aha. Nem tudom, nekem a bajós árnyak Darth Maul-jával nem volt bajom, mert valószínűleg azért, mert azt láttam, akkor még nem ismertem az eredeti trilógiát, vagy nem annyira, vagy nem láttam, úgyhogy az nekem, tehát én bírom a Darth Maul harcot. De ja, jó, értem, mondom, nekem a sorozat eddigi stílusából lógott ki, önmagában nem feltétlenül volt rossz, csak nem ez volt a megszokott eddig. Igen, a zene pedig, hát nyilván, tehát közelében nincs a Gyűrűk Urának, tehát ilyen cipőfűzőjét nem kötheti be, de azok után, hogy Ákos mennyire lefikázta, szerintem korrekt zenéje hát, volt. Hát most ugye zeneszerzőt váltottak talán. Igen, tehát, igen. Ez más lett a... Ami nem jellemző amúgy, tehát itt sorozatokon belül nem szoktak már mint évadok között váltani. Maximum az van, hogy esetleg egy ilyen társszerzőt bevesznek, mint a Walking Deadnél volt, hogy a Bear McCreary egy pár évad után már ilyen társszerzővel volt, és most meg már csak ilyen producer kb. Zenei szinten. Csak a pénzt gyűjti, magyarul. Szinte igen, de amúgy a Walking Deadnek nem rossz a zenéje egyáltalán abból a... Tehát, hogy emiatt nem tudom bántani. Uh-huh. De hogy... De más miatt kéne, de... Lehet bántani amúgy teljesen. Ma jött új rész, még nem láttam. Mindig megy, bazzik, nincs még vége annak a szarnak. Idén vége lesz, ne aggódj, elmesélem majd utána, hogy mi volt az legyen az, nem idén. Jézusom. De hogy a Witchernek vállalható a zenéje, nem az a dolog, aminél így a Spotify-on vágni fogom a centit, hogy na mikor kerül fel végre a teljes album, és hagy hallgathassak meg egy pár taktust, de nem idegesít. Jó. Bármi egyéb gondolat maradt-e az évadhoz? Ha nem, akkor egy utolsó kérdéssel fordulok hozzátok, hogyha választhatnátok, hogy holnap melyik sorozatot nézzétek végig, akkor három közül melyik? Witcher harmadik évad, Gyűrűk Ura sorozat, vagy pedig a House of the Dragon, trónokharca, Targaryenekkel foglalkozó előzmény. Hát, szerintem nálam egyértelműen a Gyűrűk Ura. Oké. Okay. Lóri? Mindegyik egy lútri. Jézusom. Gyűrűk Ura. Abban van talán a legtöbb bizodalmam. Uh-huh. Jó. Gáspár. András, már új szintre léptél az alattomos kérdések kategóriával. Igen. Nem tudom, hát sajnos nem a Witcher 3, tehát hogy momentán a bármelyik másik jobban érdekel, de azért szerintem egy picit benne van az is, hogy tehát azokról nem tudunk semmit, vagy tehát, hogy nem láttuk még, és azért nem tudjuk, hogy pontosan milyenek lesznek, azért a Witcher harmadik évadról szerintem vannak elképzeléseink. Szerintem én is a Gyűrűk Urát mondom, mert az, amire azt gondolom, hogy azért van talán könyv alapja, vagy valami, tehát, hogy nem a semmiből húzták elő.
bár mondjuk ez a trónok harca is igaz, ez talán, de mindegy. Hát nem tudom. Igazából igen, az, amit a Lóri mondta, hogy tulajdonképpen bármelyik lehet kurva jó, még ezt egyébként szerintem a Witcher harmadik évadára is összeszedhetik magukat, és lehet azért még ez egy nagyon jó sorozat. De ugyanúgy bármelyik lehet abszolút egy ilyen középkategóriás tucat, vagy még annál is rosszabb fantasy. Hát igen, nem tudom, lássuk meg. Igen, abszolút. Tehát az az érdekes, hogy én most valahogy nem érzem annyira az ambíciót a Witcherben, hogy ő akar lenni a top, viszont én azt gondolom, hogy mind az HBO-nál hatalmas bizonyítási kényszer van bennük, hogy azért tudják, hogy a Trónok harca fináléja enyhén szóval nem nyerte mindenki tetszését, és elképesztő pénzt hozott egyébként a Trónok harca, tehát felfoghatatlan mennyiségben nézték, és tényleg minden idők egyik legnézettebb szériája volt, és szerintem már csak presztízsből is az HBO meg akarja mutatni, hogy mi tudunk hasonlót produkálni, és ez az is bizonyítja, hogy ugye volt egy másik Trónok harca előzmény pilot, amit konkrétan elkaszáltak, tehát leforgatták, megnézték, és azt mondták, hogy ez nem elég jó. Tehát, hogy nem vállalnak be minden szart, hanem tényleg próbálnak egy olyan minőséget elérni, mint az első évadnál. Az Amazonnál meg ugye most kijött ez a hosszú, hát PR-cikk, vagy bemutató ugye a Rings of Power-ről, és ott is elképesztő ambíció az, amit láthatunk. Tehát, hogy ugye több... Összefoglalod nekem egy mondatban, hogy mi van ebben? Mert nem olvastam, mert nem tudtam, hogy ez létezik, csak érdekel, vagy hogy mi miatt számít, vagy érdekes ez a cikk. Hát csak annyi, hogy ugye az Jeff Bezos, aki az egész Amazonnak az alapítója, ő egyébként egy hatalmas Tolkien nerd, és ő azt mondta, hogy konkrétan bármennyi pénzbe kerül, ő megveszi a jogokat, és ugye volt az a bidding war, nem tudom magyarul, hogy kell hívni, hogy ki... Licit háború, hogy ki ilyen legyenek a jog, és a Netflix, és az HBO is beszállt, és az Amazon élet pont ezért. Ő mert ő ajánlotta a legtöbb pénzt, aztán 250 millió, nem, csak a jogokért. Igen. És akkor ezek után, és itt is érdekes, hogy ilyen két ilyen viszonylag ismeretlen showrunner kapta meg a lehetőséget, mint ugye Benioff meg a Weiss, akik korábban kb. Semmivel se bizonyíthattak, és erre nem tért ki a cikk, tehát azt nem tudom, hogy ők hogy kapták meg ezt a melót, az kurva érdekes, hogy ez mégis hogyan sikerült. És ugye ami nekem tetszett az, hogy tényleg középföldének egy olyan szegletét mutatják be, amit egyik egy Gyűrűk Ura filmbe se láthattunk, tehát olyan királyságokat, ugye Numenort, meg a Tündék királyságát, plusz ugye hobbitok nincsenek, csak ilyen előhobbitok, ugye több ezer éve járunk a Gyűrűk Ura előtt, és elvileg elképesztő ambíció van már magában a látványvilágban, tehát azt hiszem a sorozat költségvetése majdnem az 500 millió dollárt karcolja, ami iszonyat brutál pénz. Ugye ezt is Új-Zélandon forgatták több mint egy évig. Úgyhogy ott ez van, hogy tényleg az Amazon, meg az HBO, vagy a Jeff Bezos az most azt mondja, hogy mindenkinek a kurva anyját, mi megcsináljuk az új legendát. Hát igen, csak ugye föltettek egy lapra, kb. Ja, mert jó, szerintem kizárt, hogy sikeres legyen már, mint anyagilag megtérüljön. Ez a sorozat, de viszont az. Amellett pedig nekünk tök jó, hogy vannak ilyen őrültek. Tudod, ez kicsit olyan, mint a Jodorowskynak a Dűnéje, hogy az is egy olyan őrült koncepció volt, hogy nem volt az az Isten, hogy az valaha is megtérüljön, mert egy tíz órás filmet a fasz se fog végignézni a nem tudom kinek a főszereplésével, tehát tényleg ilyen őrület volt, és ennél a sorozatnál is ezt látom, hogy nyomják ezerrel, csak így úgy tűnik, hogy ez el is fog készülni, nem csak egy dokumentumfilm szintjén fog létezni, de már önmagában ez is, hogy csak a sorozatnak az első három órája, az egy prológus lesz a tényleges sorozathoz, mert hogy az ennek az első kornak a történéseit fogja elmesélni. Miközben a sorozatot magát amúgy a másodkornak a történéseihez targetálták. Én azért picit ellene beszélek most ennek az egésznek, mert ez tök jó, csak szerintem meg lehet ennek is a
hátulütője, tehát annak, hogy a Jeff Bezos mondjuk egy ennyire Tolkien fanatikus, mert ugye ez eredményezheti azt, hogyha, és mondjuk feltételezve, hogy ő azért mondjuk végig figyelemmel kísérte, hogy aztán mi lett, vagy mondjuk elolvasta a forgatókönyvet, meg látott egy pár forgatást, meg ilyesmi, hogy nagyon ez olyan lesz, amilyennek ő akarja, és ő, tehát nem filmes. És tehát én azt érzem, hogy azért a filmeknél, sorozatoknál azért nem feltétlenül baj, vagy nem mindig baj az, hogyha aki feldolgozza, az tud valami újat mutatni, vagy gondolni az adott témáról, mert akkor nem az lesz, hogy copy-paste ugyanaz, hanem akkor lesz élő és valami érdekes. Lásd, John Favreau és Dave Filoni, akik hatalmas Star Wars nördök, és egy kalapszart csináltak Mandalorian és The Book of Boba Fett címen, míg mondjuk Rian Johnson, most letagadom, hogy ez valaha elhangzott, tehát, hogy Rian Johnson a Last Jedi-nak a jó részeibe, ő azt mondta, hogy igen, ismerem a Star Wars-t, de én most valami ilyet akarok csinálni, és csinált valami olyat, ami elütött a klasszikus Star Wars-tól, de maga nemében kibaszott jó volt. És azt továbbra is azt mondom, hogy a Last Jedi-nek a jó pillanatai, azok az új trilógiának, vagy a legújabb trilógiának a legjobb pillanatai. És még akár a korábbi trilógiák, vagy a korábbi filmeket is helyenként felülmúlják. Az egy másik kérdés, hogy a szar részei viszont a lehető legalja, tehát az Jar Jar Binks alt van 67 emelettel, de azért ez is azt mutatja, hogy nem baj az, hogyha aki csinálja, annak van valami egyedi elképzelése. És megint az, hogy ugye No Name showrunner van a Gyűrűk Ura sorozatnak, az igazából megint csak egy ilyen kétféleképpen is el tud csülni, mert lehet, hogy ő egy valaki olyan, aki igen, volt egy valamennyire saját elképzelése, de azért tiszteletben tartja az alapanyagot, és csinál belőle valami kurva jót. Azt gondolom, hogy a Weiss meg a Benioff-ök ezt csinálták, bármennyire is azért divat őket ekézni a vége miatt. De az is lehet, hogy ő igazából egy báb, és tulajdonképpen vagy semmit nem ért hozzá, vagy így, amit a Jeff Bezos leír neki reggel az e-mailbe, azt elmondja a délután a meetingen, és igazából semmi személyisége vagy egyedisége nincsen. Én amúgy nem gondolom, hogy a Bezos belefolyna a kreatív oldalba, mert elsősorban egy üzletember, és nem... Tehát amennyire én tudom, így a többi Amazon sorozatnál sem aktívkodik, tehát még a Boys-ba se szól bele, pedig az a legnagyobb presztízs sorozata jelenleg az Amazonnak. Nyilván majd valószínűleg ezt akarják leváltani a Gyűrűk Urával, de én a pénzembertől itt nem tartanék. Inkább attól tartanék jó eséllyel, hogy mondjuk a két showrunner vagy valami elképesztő dolgot pitcheltek a Bezosnak, és ő azt mondta, hogy jól van, figyelj, itt a pénz, aztán csináljátok, amit akartok, vagy pedig az az ijesztőbb rész, hogy tényleg bábok, és akkor ő valaki dirigál nekik. Csak ugyanakkor meg azt mondod, hogy igen, Jeff Bezos egy üzletember, csak ugyanakkor meg ha a világ összes pénzét beledobta ebbe a sorozatba, akkor, tehát igen, akkor ez vagy az van, hogy igen, üzletember, és tényleg azt ott tart, vagy oda jutott, hogy igen, belerakott egy rakáspénz, de azért, mert egy olyan minőségi terméket akart előállítani, ami aztán meg is térül, vagy ami aztán hoz nekik annyit pluszba, akármilyen úton, módon. Vagy az van, hogy igen, egy üzletember, de tök mindegy, hogy mi készül, mert annyi pénz van, hogy beletolt amennyit akart, és aztán valami lesz belőle, ami mondjuk neki tetszik, és akkor őrülhet, hogy csinált magának egy Gyűrűk Ura sorozatot a világ összes pénzéből. Hát jó, hogyha van ember, aki ezt megengedheti magának, akkor az tényleg a Bezos, de csak szerintem itt több minden forog kockán talán, tehát hogy itt lehet, hogy akár az egész streaming szolgáltatónak a sorsáról is dönthet, hogy egy ekkora befektetésbe belebuknak-e, vagy sem.
Igen, amiket a második évadot, ha nem is kezdték már el forgatni, de már előkészületben vannak, és ott ugye pont voltak is ilyen anyagi. Nem anyagi, de ilyen Covid problémák, hogy ugye sajnos már nem Új-Zélandon, hanem Angliában lesz a második évad forgatása, és azért az is mekkora brutális, hogy felépítették az összes díszletet, óriási hatalmas díszleteket építettek elvileg Új-Zélandon, és azt most mind le kellett bontani így az utolsó deszkáig, és át kellett szállítani Angliába, ahol újra fel kell építeni az összeset. Legalább adnak munkát. Igen, igen. Igen. És egyébként TV-app erős évünk lesz, én úgy érzem, mert ugye amit már beszéltünk, hogy jön hamarosan az Obi-Wan sorozat, jön hamarosan a Battle Call Saul utolsó évada, ide jön a House of the Dragon, és ide jön a Gyűrűk Ura is, tehát ez brutál lesz. Na hát akkor a második, év második felére ne vállaljunk a melót. Igen. És Lóri, egyébként remélem te is jössz majd ennek legalább a felébe, mert hát kíváncsiak leszünk. Nagyon-nagyon remélem, hogy lesz időm a House of the Dragon-ra, meg a Gyűrűk Ura sorozatra, mert azok érdekelnek. Na, szuper. És hát az biztos, hogy a Gyűrűk Ura sorozatban szerintem egy dologra nem lehet panasz, és az a látvány. Tehát ennyi pénzből hát illik normális látványt hát csinálni. Meg nem azért. Meg illik felvenni írókat, akik megírják a történetet. Hát jó, igen. De ez mindig nehezebb, ugye? Figyelj, szerintem a látványa nem lesz gond, mert ugye tapasztalatból tudjuk, hogy igazából Új-Zélandra ki kell menni valahova, 5 kilométerre a várostól, le kell rakni egy kamerát, és kész. Tehát, hogy nem kell hozzányúlni, hanem, hogy ott van a Középföld, és ennyi. Az tény, de engem tényleg nagyon érdekel, hogy például látjuk majd ugye Khazad-dûmot, még a hőskorában, a törpök városát, tehát elképesztő sok új területet ígér a sorozat, és az írók között pedig vannak tök tehetségesek, tehát van olyan, aki a Breaking Badben, meg a Better Call Saulban írt, a Brian Cogman, ő a Trónok harcának az egyik fő írója volt, tehát nem kutyaütőket szedtek össze, hála Istennek. De a Cogman az még része a stábnak? Én úgy emlékszem, hogy ő lelépett. Az IMDb alapján még ott van, mint writer. Akkor egyből jobban bízok a projektben. Ja. Igen, ő egy fontos eleme volt a Trónokharcának, meg ennek is remélhetőleg, úgyhogy reméljük, higgyünk bennük. Aztán max csalódunk, már előfordult párszor. Ugye, Lória? Szórakoztató TV-apok lesznek róla. Igen. Lóri, idén még nem mondtad el azt a sztorit, hogy mennyire megégetted magad a smoke pusztaságával. Én még nem mondtam el. Hát bárki visszahallgathatja. Igen, hogy megnézted napi 10-szer a trélert, és aztán a film nem látotta be. Nem volt jó a film. Na, ja, meg annyi, hogy a zenét bejelentették, hogy Howard Shore és Bear McCreary írja, ami nagyon érdekes párosítás. Reméljük, hogy Howard Shore ezúttal nem a két hangos izét, Tóváros témát erőlteti, hanem normális. Kapd be! Jó, oké, örülök. 9 órányi zenéből az a 2 perc az jó volt. Nem igaz, mert volt pár egész jó elem. Meg a Misty Mountains. Igen, a Misty Mountains téma az jó volt, kifejezetten. De hogy ott azért lehet, hogy amiatt volt esetleg kreatív szempontból egy picit gyengécskébe a Hobbit, mert ugye tényleg újrázni kellett ugyanazokat a témákat szinte, amik a Gyűrűk Urában voltak, ugyanazt a hangzásvilágot kellett megtartani. Itt viszont szerintem simán kísérletezgethetnek egy kicsit jobban, mivel egy teljesen eltérő történetet fogunk látni, amiben hát elméletben vannak ismerős karakterek, de gyakorlatban nem. Én csak örülök, vagy én már boldog leszek attól, hogyha amikor először felbukkan az egy gyűrű, mint valami ötlet, akkor nem fog azonnal a gyűrű téma beúszni. Hát, annyira tudtam azt meg, hogy ez... Összes alkalommal, amikor a gyűrű szó kiejt valaki a száján, akkor nem fog beúsznia. Nem gyűrűzik be a téma? Nem szolgál gyűrűgyet arra, hogy... Ez a szarva. Fóbazd meg! Jézusom! Jó, ez visszaszívom, ez okádék volt. Nem lehet visszaszívni ezt. Kimondtad, ott van örökre az interneten. Igen. Kérlek, ne gyűrje vele minket tovább. Jó, a
szóvicceinket tartsuk meg a Gyűrűk Ura adásra, mert akkor ott kelleni fog a tartalék. Ja. Mindig kell a gyűrődést. Jó, pont elég is volt, úgyhogy na hát ez lesz idén a nagy sorozat fronton a felhozattal, várjuk, igazából érdekes lesz, úgyhogy a Witcher harmadik évada pedig hát leghamarabb jövőre jön, hogyha a forgatás rendben lemegy, gondolom azt is így évvége tájéken várhatjuk. Erről valami infó van, Gergő, esetleg nem hallottál róla semmit. Én úgy tudom, hogy rövidesen meg akarják kezdeni a forgatást, tehát még idén nyáron szerintem már el fogják kezdeni. Szerintem pedig nagyon bejött nekik ez a karácsonyi premier, úgyhogy valószínűleg szerintem jövő év végén fog jönni a harmadik évad. Hát ez mondjuk akkor tényleg nagyon, nagyon tömény lesz így. Ez hát igen. Durva lesz. Jó, oké. Ja, meg még az is tök pozitív, hogy a Gyűrűk Ura meg a House of the Dragon is hetente fog jönni. Tehát nem az van, hogy felbasszák az évadot, és akkor mindenki beszél róla egy hétig aztán semmi, hanem megint meg lesz ez a diskurzus, mint a Trónok harcánál is, amit én tökre szerettem. Hát ugye pont a szolgáltatók, ahova ezzel ki fognak kerülni, egyiknek sem ez az üzletpolitikája. Tehát az Amazonnál ott az van, hogy hát az első két-három részt talán kirakják, és akkor utána hetiben, nem tudom, hogy ennél a Gyűrűk Uránál fognak-e ilyet, vagy minél tovább fogják húzni, lehet, hogy itt meg fogják azt lépni, hogy tovább húzzák. A House of Dragons, meg HBO Max, és az HBO Max-re is hetiben érkezik például a Peacemaker, amit ott nézek, uh-huh. úgyhogy ez náluk egy ilyen bevett dolog. A Netflix az, aki mostanában már ezt csinálja, hogy egybe adja ki, de van sorozat, ahol már ők is elkezdtek így ritkítani. Az Arcane ugye például három részletben jött. Ami lehet csak egy kísérlet volt. Érdekes. Lehet, hogy akkor hamarosan feladnak ők is ezzel a üzletpolitikával, hogyha senki más nem folytatja. Ja, mondjuk szerintem pont azért nem fognak felhagyni vele, hogyha mindenki más ezt csinálja, mert ja, tehát én azt gondolom, hogy maga a piac az ott van, tehát hogy kell az, hogy lehessen bingelni sorozatokat, de én nem feltétlenül tartom ezt egy rossz megoldásnak, amit a Netflix csinál, mondjuk nyilván valamire a sorozat függő is, de hogy igazából valami jobb így, valami jobb úgy. Ja. De végül is akkor most jókor készül ez az adás, mivel hogyha december végén indult volna el az évad, 8 epizód, akkor most láttuk volna kb. Az évad zárót egy hete, vagy két hete talán. Uh-huh. Ja. Meg ha minden igaz, ezek ilyen pletykák, hogy elvileg ma éjjel lehet, hogy lesz egy trailer a Gyűrűk Urára, mert a Super Bowl azt hiszem ma van, nem? Hát szerintem a Super Bowl-nál jobb alkalmuk nem igen. lesz erre, valószínűleg. Igen. Ja, úgyhogy azt izgatottan várjuk. Majd osszhozhat a reklámidén a Sonic 2-vel. Igen, szintén okay. nagy epik, 500 millió dolláros monstrum. Az is egy 10 órás film lesz, úgy hallottam. Tolkienból készül. És a Sonic rajongó Jeff Bezos minden pénzét feláldozta erre, még a gyerekeinek az egyetemi alapját is elköltötte. És ő alakítja majd a főszerepet, ő lesz Sonic így motion capture-ölve, de a feje az ugyanolyan a kék kopasz lesz. Oké. De akkor ő is gyűrűket gyűjtöget? Tehát akkor ez ilyen, a Gyűrűk Ura, az a Sonic? Gyakorlatilag? Igen. Na, jó, összejönnek itt a szálak. Na, szerintem itt jött el a pillanat, hogy a mai adásnak véget vessünk. Szeretném megköszönni minden kedves hallgatónak, hogy velünk tartottatok. Írjátok le véleményeteket a Witcherről, illetve hogy melyik sorozatot várjátok a legjobban az említettek közül. És akkor köszönöm, Gergő, hogy megint itt voltál velünk. Lassan már nem is vendégnek kell szólítsak, hanem állandó műsorvezető kollégának. Meglátjuk, de tökéletes. Na, hát akkor Ákost ki is rúgtuk. Elegáns. Sajnálom, hogy innen és így kell megtudnod, de hát ez a, hogyha itt hiszti van, hogyha a sorozatokat kell nézni, meg azért adásban részt kell venni, hát így jártál.
Hát jó, de az a baj, most már Ákos felmerészkedik az autópályákra, most már simán le tud jönni Szeged, és megfojt. Ne hergeljétek, léci. Oké. Vigyázz, hogyha mielőtt lelépsz a járdáról, mert lehet, hogy Ákos ott járó motorral is, vérbeforgó szemekkel. Hát vagy tehénnel. Vagy tehén, igen. Egy ilyen autós üldözés, de ilyen ökrös szekérrel, azért ezt megnézzük. Jesszus. Jó, oké. Köszönjük szépen még egyszer, és akkor hamarosan jelentkezünk. Addig is pedig minden jót kívánok nektek. Sziasztok! Sziasztok! Hello.